Szeretettel üdvözlök mindenkit a DR Billions című játék következő epizódjában, amiben, ha minden jól megy, az ellenállás című küldetést fogjuk 200%-on teljesíteni. Azt mondja, hogy a sivatag közepén van valamilyen ősi erődítmény róm, ami valamikor az ősi embereknek egy ilyen ellenálló helye volt, tehát ahol a zombik támadásait próbálták gondolom visszafogni. Viszont már csak a külső falak állnak. Aha, ezt használhatod részeiként a védelmednek. Wow! Mondta közben a Knights and Merchants-ben egy íjász. Hát remélem, hogy a többi íjász azért még jól van. Nagyon szépen köszönöm Mr. Lucasnek a 100 bitet. Burikeny, ahogy először mondtad, szevasz, jó estét! Ja, akkor lehet, hogy nem kéne szeretem veled beszélni. Nem, imádom, amikor szeretitek a játékokat. Abrakolás, köszönöm KitKatnak, hogy tuti Perunónak ajándékozott. A mérnökeink használtak itt matériákat, várjál. Ja igen, hogy egy nagy teleszkópot építsenek fel Command Center tetejére, amivel megfigyelheted a teljes környezetedet. Építs egy nagy kolóniát, és erősíts meg a védelmedet, hogy visszaved a támadásait a fertőzötteknek. 2000-es kolónia populációra van szükség, és amellett minden... Húha, minden swarmot vissza kell verni, 76 nap. Hát megpróbáljuk, figyelj. Meglátjuk, hogy mi lesz a Resistance című küldetés. Nézzük. Tudom, hogy még mindig van research pointom, köszönöm. Rendes játék azért, hogy szól neked, hogyha nem költötted el esetleg a kutatási pontjaidat. Meg lehet, hogy be fogjuk nézni. Az jó, hogyha... Ha tudjuk, hogy hol van... Nincs sehol zombi? Aha, és akkor ezeket a falakat kell használnunk a... védelemként. Wow. Hát ez komoly. Az komoly. Akkor Ctrl 3 és menjen kapásból az első 3 tent. Itt rengeteg hely van a farmok létrehozására, sőt, nagyon sok fát is lehet farmolni. Arra menjünk előbb, amerre megtaláljuk a kavicsokat. Itt olajat lehet szerezni, én kavicsot nem látok. Ja, itt van rengeteg kavics, végig. Rengeteg fém van végig. Wow. Mivel nem tudjuk, hogy merről jön az első horda, ezért nem tudjuk, hogy honnan kell bevédekeznünk. Talán nem van nagyon nagy butaság végig rakni ide a falakat. Tudod, ezekre a helyekre van, nem tudnak átjönni esetleg a zombik. És így is keresztből bevédekezni, így. Tudod, hogy legyen egy belső védelmi vonalunk. Lehet, hogy ez kezdésnek jobban működne. Most nem láttuk még, nem lett még megmondva, hogy mikor fog jönni a horda, viszont le kell raknunk 3 tentet kapásból. Hát, jó, jöjjön ide ez a 3, oké. Okay. És akkor így nincs is igazából semmi teendőnk. Ez unalmasnak tűnik, tehát aha, most írta ki, a 15. napon fog jönni az első horda. Akkor most csak annyi a dolgunk, hogy hátradőlünk és várjuk, hogy jöjjön a pénz. Mert hogy ugye haladnunk kell, a követ minél gyorsabban meg kell, hogy szerezzünk, a fémmel nem lesz gond, sereg építésre is rá fogunk menni, hogyha elegendő pénzt tudunk szerválni. Nincs lakosság, 230 gold, produkció van minden 8 órában, akkor gondolom, hogy ezt folytatnom is kell. Vagy lehet, hogy már rá kéne menni a Fisherman's Cottage-re, hogy valami minimál élelmiszer bejöjjön. Közben meséljetek, hogy hogy vagytok, mi a helyzet. Ez egy 14-es lokáció. Ha ide rakom, akkor rakhatok ide egy másik 14-es, 13-as, 14-es, nagyon jó. Ezt tetszik nekem. Olcsó élelmiszer. Az első fa az úgy kéne, hogy lemenjen, hogy ennek ne zavarjon be. Tehát, hogyha ide építek majd egy másik szómilt, akkor annak a területe az ne zavarja meg azt, ami itt lesz kívül. 9 óra van, jön a vonat. Úgy tűnik, hogy jobb oldalról érkezik. És jobb oldalról fog keresztül menni. Itt egy kicsit szar lesz a védelem felállítás, de nem lehetetlen. Nem tetszik, hogy így kell elhelyezni majd. Ilyen Z betű alakban. Bár egy egyenes vonallal is lezárható, csak akkor elesünk ezektől a területektől. Jó, mindegy, valami lesz. Valamit megpróbálunk ebből kieszközölni. Kelni fog a fa tehát. Azt nézzük, hogy ez 3 range-ben megy, és átlóban pedig szintén 3-ba. Ha ide rakod a 15-ös fát, akkor ide biztos, hogy nem fogsz tudni tenni, mert akkor ebből rászivatsz magadra, ide meg... Várjál?
Hát itt lett volna jó amúgy. Ajjajajajaj, itt a 9-es fát rakhattunk volna, hogyha egyetlen egy tentet máshol helyeztünk volna át. Mondjuk ezt még mindig megtehetjük. Csak le kell bontanunk hozzá egy kis lakosságot. Ti szoktatok lebontani lakosságot? Esetleg van nátok olyan? Ide rakunk egy ilyet, mert az amúgy is ott marad. És akkor csinálnunk kell egy olyat, hogy előrébb menjünk innen. Meg innen is. Minden szupernőnek a paradicsom paprika paláták hátraidén megmarad, mint... Ó, miért szoktak elhalálozni? Mert nem neveled őket jól. Hát szépen kell őket tartani. Itt van egy kaktusz, az behatárolja, hogy mit lehet erre a helyre rakni. Én amúgy a lakosságot ide tervezném leginkább, mert itt tök jól lehetne farmolgatni. Viszont, hogyha a lakosságot berakjuk ide, akkor fák, tehát falak közé szoríthatnánk őket. Szevasztok, csúszkáék! Köszönöm szépen a raidet. Mi a helyzet? Hogy vagytok? Milyen volt a mai stream? Mit csináltatok ma a Twitch világában? Tehát, hogyha ide rakom ezt a 14-est... 13-ast, menjünk fentebb? Várjál, ez itt már összeakad, ugye? Nagyon szeretnék spórolni a helyjel. Ez odáig megy el, ez pedig azt nem érinti, ugye? Nem, ezt nyugodtan rakhatod ezt a 12-est ide. A 14-es jobb volna, de jobban behatárolna innen. Úgyhogy én azt mondom, hogy 12, jó? Aztán lehet, hogy megbánom. Hát azoknak a munkásoknak elment az otthona véletlenül. Nem tudom, ti láttátok-e, mi történt. Próbálkozzunk akkor inkább így. Ez tetszik, és... Itt is van kettő, ide... Még mindig nem fog engedni? Vagy meg fogja engedni, hogyha oda akarnék? Várjál. Négy munkás kell, akkor meg kell várnunk, hogy lehet, hogy még egyet le kell bontani ebből. Szia, elem. Mi a helyzet? Hogy vagy? Szia, Tatuhere. Üdvözöllek. Vagy Tatuhír. Elnézést, hogyha igen. De mind a kettő nagyon szép név amúgy. Most akkor... Kibővítettünk arra mindent. Köszi szépen a követést. Üdvít nálunk, jó estét kívánok. Remélem, hogy jól vagy, és hogy minden szuper nálad. Hát ez megint csak szar lesz innen, de nem baj. Ez a pozíció tetszik. Még lehet tovább menni 17-essel. Kívülről is lehet majd szerintem egy-kettőt lehelyezni. Azt nézzük meg, hogy... Ja nem, nincsenek munkásaink. Ja, és ezekhez is munkás kell majd, ugye? Várjál, már jönnek zombik. Mi a fene? Wow! Szépen lassan szállingóznak. Hát akkor... Akkor mindegyik, egyik erre meg arra mászkáljon a kedves hölgyek közül. Levesszük ezt. Ez menjen erre felé, az menjen oda felfelé. A lányok jöjjenek lefele, atak parancsokkal. Mindenkinek kiválasztom minden? Nem, neki még nincs, ő az, aki erre megy. Érdekeznünk kell, megőrülés. Én azt hittem, hogy üres lesz a terület, de nem. Viszont így egy-egy aranyat kiszedünk majd a zombikból, ami nagyon pozitív. Ezeknek azt mondjuk, hogy mehet a Chase Undead, és akkor lekövetik, hogy hol lehet találni még zombikat a térképen. Csúszkáik becsúsztak, esítettem már egy viccet. Még nem. De tegnap volt csúszkálásról szó amúgy. Csúszkamasszázs, meg ilyenek. Négy munkás kell, mindjárt jön a vonat. Amúgy rakhattam volna még több tentet, ugye? Igen, csak úgy kell megcsinálni, hogy azért tudjunk közlekedni is. Hát mondjuk a sinek mentén amúgy is moccan a máv. Énekelte meg a ispál és a borz annak idején. Meg a tanítható olaj volt a mamádnak. Igen. Jó, ezek mindenképpen kellnek, a munkások elni fognak. Puszka masszázsol, vagy csak a te vágyaid? Jó, hát nekem aztán... Én meg a vágyaim. Csak most arra mennek, innen meg már mindjárt bejönnek, nem? Nem fogunk elkészülni a tentekkel, amíg megjön a vonat, de az a néhány tent, ami itt van már középen, az hozza a munkásokat, úgyhogy megjön a pénz is. Most nézzük meg, hogy a sawmill... Francba. Úgyhogy nem rakható le ide. Mi lehet a baj? Ez itt a baj. Hát most már lebontom. Nem szoktunk így menni ilyen lassú kezdéssel. Aha, hát jó, akkor ezzel kimaxoltuk. Van egy 8-as pozíció. Itt amiatt nem tudjuk lerakni a 13-ast, viszont le tudjuk rakni akkor a 16-ost. Hát ez szar.
13-asnak kéne megvalósulnia. Bár hogyha ez megvalósul, akkor innen meg nem lehet rakni, mert akkor meg innen áll meg az egész sztori. Hát, alaposan átgondolandó, hogy mit hova teszel most. Hogyha ide rakod a 16-ot, akkor kívülről majd még rosszabb lesz. A 13-assal lehet, hogy jobban járunk, mert akkor egy kicsit közelebb engedi majd ezt a részt, ami szintén egy 12-es. És mit fogunk ide rakni? Hát akkor jobb hiány farmokat fogunk ide rakni. Szerintem megpróbálkozunk ezzel a 13-ban. Igen, mert jelen pillanatban nem engedhetjük meg magunknak az élelmiszer visszabontását. Sokba kerül az a dolog. Tenteket meg majd akkor innen megyünk. Aha, innen megyünk majd még tovább. Jó, menjen az idő. A masszörök nagyon kemény állatok, azt mondod? Kicsit ki is csavartam hirtelen a derekamat, hogy ne fájdogáljon. A lányok meg mennek, aztán már megvan nekik adva az írtó parancs. Keresgetik az andereket, hogy hol találják meg a zombikat, de itt vannak, itt cammognak is szemétládák. Ezt lehet, hogy úgy kellene megadni, hogy a Chase Undead, ez nekik is ki legyen adva, és akkor mindenki keresgethetné. Ha megjön a zombi, akkor mindig rászaladnának. Akkor közben semmi dolgunk nincs, csak szépen építkezni. Lehet, hogy ez a terület... Hát, hogy legyen. Ez itt a benti rész. Ide fogok rakni szerintem egy warehouse-t. Nézzük meg, hogy mit lehetne tenni. 4 darab munkásunk van. Ja, de ezután sokkal több lesz. Jó, tenteket pakoljunk le. Nézzük. Szép hosszú sorban, nehogy valaki megkerülje valaha is. Mi fogyott most el? Energia is megvan. Miért nem engedi ide letenni? Túl hosszú lenne a dupla sor? De furi, nézd meg. Most viszont már valamiből hiányunk van, ugye? Aha. Kaja kellene minél gyorsabban, de most a munkások azok megjönnek, 6 óra van és be is fejeződik. Rengeteg munkásunk lesz emiatt, most nem lesz hátrány. A harmadik napon már rendelkezhetnénk a Soldier Centerrel, amit most meg is csinálunk rögtön, ahogy megérkezik ez a vonat, hiszen hozza a rengeteg munkást hozzá. És ez a rengeteg munkás rengeteg pénzzel is el fog bennünket látni, úgyhogy majd lassan a fejlesztésekre is rámegyünk. Az első Soldier Center az ide épül meg. Azt hiszem 180, ugye? Annál a Tesla tábor az 200, kell majd 1000. Nincs energiánk jelenleg. Már is hidratálok összekiváltást. Unalmasan indul a misszió, de aztán hamar bele fog csapni szerintem a dolgokba, mert... Aha, ez akár ide is lejöhetne egy ilyen mill. Mert hát azért ez a 15. napi horda, ez nem lesz egyszerű. Főleg, hogyha minden irányból szórakozik majd a játék, ahogy már ismerhetjük, hogy szokta bizony azt csinálni. És akkor ebből a kettő is kellene. Egy másikat lerakok még ide. Hát lehet, hogy ez fájni fog. Előbb-utóbb lehet, hogy vissza kell, hogy bontsam majd. Itt van a chat szobában. Bocsi, hogyha írtatok valamit, kérlek ismételjétek meg, mert sajnálatos módon a játék úgy döntött, hogy nem akarja nekem kiírogatni az üzeneteiteket, bocsánat. Vagy nem a játék, bocsa, a Teach döntött úgy. Elnézést, tudom, hogy nagyon ciki. Hát ide jönnek az emberek, aztán várják, hogy válaszoljak nekik. És gyakorlatilag csicskába maradok, mert esélytelen. Aha, ezzel szépen mehetnénk itt végig. Szerintem erről is meg kell, hogy ezt lépjük majd, amint lesz zseton rá. Máshol nem hiszem. Aha, még ide is le lehet tenni. Hát, ja, csak itt nem tudnak elférni a sziklák mellett a katonák, hogyha futni kell. Jöjjön erre inkább így. És közben terjedjünk ebbe az irányba, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a védelmet már is el kell kezdeni majd szépen felhúzni. Ez lehet, hogy jobb lenne, hogyha így csinálnánk, hogy innen esetleg, meg amúgy a kvarikat is be kell ízítanunk, hogy jöjjön már a kavics befelé. Ez egy itt korai hetes pozíció, nagyon tetszetős. Hát csak igen, itt is meg kell tervezni, hogy hogyan lehet a lehető legoptimálisabban elhelyezni a bányaidat, hogy minél többet termeljenek. Kajánk az még mindig nincs. 17-es lokáció, 16-os lokáció. Ez valamennyit még hozzátesz az egészhez. 18-as lokációk vannak itt. Kívülről kezdünk, szerintem nem ér annyit a 15-ös, hogyha itt lehet 15-öt meg 13-ot kiszedni, akkor 28-ra rendelkezel 18 helyet. Jobban jársz vele.
Sokszor van nálam is, azt is tapasztaltam, hogy nevezett streamek is szakadoznak. Figyelj már, és te is telekomos vagy? Mert én nekem sanda gyarom, hogy a Telekom keze van ebben az egész ügyben. Én szerintem a Telekom nem tud normálisan csatlakozni. Közben adjuk ki a chase parancsot a katonáinknak is. Hadd menjenek, mert látszik, hogy jönnek azért a zombik innen-onnan. Tényleg telekomos vagy? Szerintem igen. Azt hittem nálam van egy probléma, állandóan megállnak a streamek. De most meg is álltunk egy pillanatra? Jó sok adó jön most, szerencsénkre. El kell kezdenünk a Wood Workshop-pal menni. Szerintem erre a helyre tesszük le, és akkor elkezdjük húzni a épületek fejlesztését is. Köszönöm, meg reménykedünk, hogy minél több katonát tudunk majd betenni még az egészbe. Van egy-egy katonánk, akik közben rámennek ezekre a kisebb-kisebb underekre, mindenféle irányból jönnek, és próbálják becsicskítani a táborunkat. Chase undead parancs. Aha, annyi lenne a lényeg, hogy mindenhová jusson egység. És mindenki tudja szórakoztatni magát a zombik gyilkolásával. Gyönyörűen kilőtte. Na, ezt szerintem ide nyomjuk. Itt megáll. Összekövetés. Na hát, de hiszen ez az Ali Abdul Aziz az is. Na 12. Köszönöm szépen a követést. Szavasz, jó estét kívánok. Hát, itt valószínűleg kifele kellene mennünk, de a befele irány sem szar, mert akkor egy toronnyal itt megoldjuk azt, hogy errefelé is legyen energia, meg akkor itt kifelé is mehetünk. Ja, és akkor lehet, hogy megfogjuk itt a falakkal őket a 6. napon. Már lehet, hogy még nincs itt ennek az ideje. 190 goldból jelenleg nem csinálunk semmit, a katonák is állnak. Egy oda, egy oda. És akkor lehetne ilyen patrolling utakat is létrehozni. Csak az a baj, hogy bentebb spónolnak, mint a külső határ. Ha jól vettem észre. Most nem állt meg? Nagyon helyes. Én szerintem be kéne telefonálni a Twitch-hez. Vagy nem, bocsánat, nem a Twitch-hez, a Telekomhoz, és megmondani, hogy jó napot kívánok a Twitch-el. Twitch chat szerverrel állandó problémáink vannak, hogy leszakadunk róla. És ez különösen kellemetlen, mivel hogy élő műsorokat csinálunk minden este, és emiatt egyszerűen a kedves nézők nem tudnak írni. Vagy hát írni tudnak, csak nem jut el hozzánk az üzenet, ez pedig megöli az egésznek a varázsát, szóval erről szólna az egész, hogy kommunikáljunk, és az önök szolgáltatása egy marék szar lett mostanság. Nem tudom, miért erőltették, hogy váltsunk egy másik routerre, ami egyébként tök jól működött addig. A régi router. Tök felesleges volt. Én ezt mondtam is egyébként a nőnek, amikor felhívott, hogy hát igen, már pedig ott váltásra lesz szükség, mert az új szolgáltatás értelmében önnek akkor nem maradhat meg az úgy, hanem akkor le kell váltania, és akkor szeretnénk, hogyha esetleg egy ilyen váltást akkor lehetne megérteni. Mondom neki, hogy nem kell, jó napot kívánok, mert működik, és mivel nekem nagy célom az, hogy egyszer ebből élhessek ebből a dologból, ezért nagyon szeretném, hogyha esetleg ez stabilan maradna. Hát de hát ez nem lehet, mert hát már új izé van, úgyhogy le kell váltani akkor. Mondom, jó, akkor köszönöm, viszont hallásra. Ezt ezzel rátettem. Na hát most képzeljétek el, hogy amikor telefont vettem tavaly májusban, mert már elhalt a 7 éves. Mondjátok már, micsodám volt addig, Huawei, szóval, hogy az már ott érezhető volt, hogy problémás. Azt mondták, hogy nem vehetek telefont, kivéve, hogyha a új modemet elfogadom. Seggarcok. És tudták nagyon jól, hogy kényszerhelyzetben vagyok, hogy kell egy új telefon, és belekényszerítettek ebbe a dologba. Ugye, hogy mennyire gáz? Hatodik napon nem valami film volt. Én nem tudom. Én nem tudok semmit. Én csak egy dolgot tudok, hogy itt most megkezdik a cottage átalakításokat, hogy jöjjön még több munkás. Ja, úgyhogy belekényszerített. Telefont másra is vehetsz, kétlem, hogy ők adják a legjobb ajánlatot. Azért kellett náluk lennem, mert a telefon az... Tehát, hogy mondjad már, az internet is náluk volt, akkor még volt tévészolgáltatásom is vásárolva. Isten tudja, hogy minek, mert soha nem néztem tévét. Tehát 4 évig úgy fizettem a tévét. Megzsaroltak, igen. 4 évig úgy fizettem a tévét, hogy nem is kapcsoltam be, mivel hogy streameltem folyamatosan minden nap. Előtte meg benn voltam az irodában. Onnantól kezdve nem volt időm se, hogy bekapcsoljam a tévét. Fizettem nekik rohadt sokáig, egyszer nem volt bekapcsolva. Egyébként ez biztos, hogy látják statisztikailag, hogy fogyasztod a szolgáltatást, igénybe veszed-e vagy sem. Mindegy, nem lényeg. Az is náluk volt.
TV, net, telefon, ugye a mobilt akartam még hozzátenni, és akkor ezzel a 4-es kedvezményt igénybe vettem, és akkor így lett egy olcsóbb telefonom. Csak annyi volt még, hogy a modemet is hozzá kell tenni, mert máskülönben nem úgy van az, kis barátocskám. 6. napon nem is rossz film, sok dolog boncogatja, kik is vagyunk, bizonyos részénk mesterséges csípem a témát. Nem ismerem azt a filmet, de jól hangzik egyébként a leírásatok alapján. Ki kell húznunk a Stone Workshopot minél hamarabb, de a farm is nagyon fontos volna az élelmiszer szerzésben. Megint jönnek a zombik, különböző irányokból érkeznek. Chase parancs. És már többen jönnek, a 8. napon már többen vannak. Remélem, hogy a katonáim alaposan elvégzik, amit el kell. 530-540 arany Stone Workshop, kell egy katona, és annyi ház upgrade, amennyit csak tudunk csinálni. Mindjárt kell az élelmiszer is, a következő fejlesztésünk rá fog menni arra, hogy farmjaink legyenek. Stone Workshopról még csak álmodozhatunk maximum. Menjen egy chase parancs. A lényeg, hogy nehogy közel jöjjenek valamelyik irányból. Itt senki nem mászkál az északi fronton, sajna. Úgyhogy aki innen ki fog jönni, az erre felé fog majd menni. Megállt kicsit, nálam se volt semmi. Szia, M-hajnal, mi a helyzet, hogy vagy? Akkor ezek szerint megint csak szarakodás van, de nem tudjuk, hogy mi a kiváltó ok. Mert a farm fejlesztés, abból hozunk akkor majd mindent. Közben lehet, hogy le kéne tenni egy workshopot, egy kő workshopot, hogyha már kettő helyről jön a kavics, meg a marketplace sem lenne olyan szar, ugye? Hát ez mondjuk most pont nem lesz központi téren, de akkor ezek szerint ide kell, hogy behúzzam a tenteket, a nagy lakosság itt lesz pont azon a részen, ahol rengeteg élelmiszer tudnánk magunkénak tenni. Nem tetszik ez nekem, nem, ide kell valahogy. 2000-es populáció, rohadtul nagy. És mi van, hogyha csak a belső gyűrűt használom a... Hát de ott meg szar a lokáció ahhoz, hogy a marketet lerakva mindenki egyöntetűen részesüljön annak áldásos hatásaiból. Szerintem itt azt kell, hogy megtegyem, hogy lebontom ezt itt. Ezt nem fogják sokan szeretni, az bizonyos. És akkor így legalább, ami ide fog települni, azok megkapják a bónuszt belőle. Ja, hát nem a legjobb pozíció, de jobb, mint a semmi. Akkor viszont ennek kell így köré települni mindenki, minden irányból. A marketplace sokat hoz majd a zsetonra. Meg ráadásul, hogyha pluszban vagyunk, el fogja kereskedni a plusz anyagot. Oda kell figyelnünk a fa anyagnak a lepakolására is, és ne felejtsük el, hogy hamarosan jön a horda. Úgyhogy lehet, hogy a fa anyag, ami most fog bejönni, az most már falakra kell, hogy összpontosuljon. Itt 10 fát lehetne kiszedni még. Hát ide meg már nem engedi berakni mi. Ja, ide kintre nem települhetünk. Ez a benti lokáció, ez egy 10-es. Nézzük csak a 15-öst. Ez 13. Menjünk inkább a 11 helyett a 13-ra. Várjál, hogyha 11-re megyek, akkor lehet, hogy itt még elfér egy, nem? 12-es, és akkor mellé. Nem, az mindenhonnan rossz. Ez behatárol nagyon. Gondoljuk át. Ha azt mondom, hogy szómél 13, akkor a következő szómél ide már nem fér el. Hova tegyem le? 11-es lokációval. Jaj, tudod mi a baj? De barom vagyok, azt, hogy nincsen pénz. Jó. Semmi. Hát, hogyha nincs pénz, akkor mindegy, hogy hova rakod, akkor az így már megindulhat. Igen, ez egy gigantikus távcső, amivel az egész mapot figyelem alatt tudjuk tartani. Elég király cucc. Alakuljunk át ott Katijack-ké, de nincs több élelmiszer. Aha, hát nem csak hogy élelmiszer hiányal küzdünk, hanem energia hiányal is. Itt mondtam, merre megyünk? Hát itt egy gyönyörű 60-as, 62-es pozíciók mennek. Na jó, de hogyha ide települsz, hát ott nagyon megbánod. 34-es pozícióra 54-es. Ja, az 54-en már kijegyezem, az szerintem az jó. Vagy menjünk 44-re, és akkor próbáljuk meg az 58-et, meg az 54-et. Ja, de mi lenne, hogyha így csinálnám, hogy 58, akkor ide nem engedni letenni, ugye? Várjál. 56.
Hogy néz ki az a... Hát, csak egyet teltek le. Na jó, egyezünk egy 44-ben egyelőre, jó? És akkor utána megnézzük. Szerintem utána az 56-os jön be majd, és akkor alulról meg egy 36-os. Rosszal lesz minden irányból is, nagyon jó. Körbe rakhatjuk most már horgászokkal. 12-es. Figyelj, a lényeg, hogy valahol legyen, nem? Nincs több zsaton, de hozza a vonat. Energiát kellene gyorsan nyernünk valamiből. Power plant az kizárólag a izéből jön neki. 10. napon vagyunk, nincs pénzünk. Le vagyunk atyásodva, katona is úgy jön ki, hogy hát örülünk, hogyha jön valami. 684, ezek nem kellnek. Sniper unit kiképzése szerintem nem lenne szar. Nem tudjuk, hogy mivel állunk szemben. Fogalmunk nincs, hogy mi fog jönni hamarost. Nem, ez csak erre a misszióra van. Ez ilyen különleges. Mission dolog. Szerintem akkor sem tudom megcsinálni mill nélkül. Hajhaj, mindenképp le kell, hogy tegyek egyet ide. Menjen akkor a partra. Legyen 2. De olyan helyre kell, ami viszonylag kihasználatlan hely. Tehát akár még megpróbálnánk ide tenni egyet. Aha. És akkor ez a minimál energia. Ez akkor segíteni fog. Kajánk az most szerencsére van. Kell, hogy csináljunk katonákat közben. Amíg ezek megépülnek, addig a katonák jönnek legalább ki, tehát nincs kihasználatlan pénzünk. A marketplace az eladja folyamatosan a fát, meg a követ, amit most farmolunk, ezért folyamatosan növekszik a gold. Jönnek már közben jön már a vonat. Ezeket tovább kell tápolnunk, 576 gold. Hogyha most hozza a pénzt, akkor lehet, hogy inkább rá kellene mennünk a... Hoppá, jönnek az élőholtak is. Aha, szaladnak ráadásul. Oda néz, déli irányból szaladók jönnek. Kiadjuk a chase parancsot, figyeljünk rájuk oda. De legyen ebből a gáz. 896 gold. Most kellene nekünk egy... munkások kellenének a francba. Jó, csináljunk minél több munkást. A 12. napon meg lesznek a melósok. Közben zajlik a szétlövése ezeknek a kis csicskáknak, akik innen nyomulnak. Ezeket visszaküldjük szerintem ide. Mindenhol álljon egy-egy katona, jó? Azt szeretnénk, hogyha esetleg megvédenék ott a helyzetet. Valószínűleg nem ártana, hogyha úgy lenne ez az egész kitalálva, hogy ilyen patrolling szituáció legyen. Mivel nem tudjuk, hogy honnan fognak jönni, ezért nem tudunk el még jelenleg fellépni sem talán. Mert az átalakítás... Nincs munkásunk, lehet, hogy tenteket kéne inkább letenni. Ja, valószínűleg nem van az sem hülyeség. Ide is akkor úgy, hogy tudjanak közlekedni ott mellette, mert ha nincs közlekedés, akkor meg vagyunk fogva. Akkor innen kellene elkezdeni a duplázót, és mindenképp mennünk kellene tovább a tornyokkal, de mivel nincs munkás, nincs torony sem. Jóó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 
szép sorozat lesz ott. Mehetünk ebbe az irányba, így. Minimális munkás szám. Oké, azok átalakulnak közben abból a fából, amink van. Most minden ház átalakult cottage-é. A belőlük jövő munkásokkal fogunk mindjárt majd működni. Remélem, hogy még mielőtt beáll, ezek megépülnek. Talán ez az utolsó, ez nem. Nem, ez is megvan. Jó. Nézzük, hány munkást kapunk. 16 a kaja, 39 a... Jó, 44 munkás, abból meg kell tudnom csinálni majd a... Egy warehouse-t is akár, de nem ez lenne a... fókusz, hanem a Stone Workshop, 1000 goldos épület. Most 600 a bevételünk, ami nagyon szép pénz. Közben meg a kellett csinálnunk a brutális harcos egységeket. De maradj itt kérlek inkább. Sőt, ha már olyanba vagy, akkor jó lenne, hogyha petrololnál erre. 1394 goldunk van. Nézzük akkor ezt a Stone Workshopot ide. És akkor a fejlesztéseiből csináljunk tök menci dolgokat magunknak. Itt figyeljünk arra, nehogy beharapjanak minket az élőholtak, sőt, ez a három akkor ez mehet Chase Undead-re. Itt remélem, hogy megyünk tovább majd. Ez a szállingózós undead sereg azért problémám. Főleg, mert az ember nem figyel oda, és egy pillanat alatt szétkapják az arcát. Kettő katonát kérünk még ide kintre.
És már csak két nap van a hordáig, nincs semmink felépítve, mert nem tudjuk, hogy hová kell. Az lenne a tervem, hogy úgy építjük majd a védelmet, hogy... Hova rakjam ezt? Ajajaj, talán ide. Úgy építjük fel a védelmet, hogy arra álljunk arccal, amerről tudnak jönni. Aha, de ehhez mindenképp el kell érnünk ezeket a szitukat itt, hogy ahol a természetes akadályok vannak, addig kiterjedjen a bázisunk. Ez sok pénzbe kerül sajna, de ez van. Hogy vagy spektrális, spektakuláris, hogy vagy mi a helyzet? Egyik megindul arra, a másik elindul lefelé. Már többen jönnek arra, amit szállingózik. Talán nem olyan nagy gáz. A csajok ott beakadtak a sziklába, őket megkérjük, hogy szépen jöjjenek ide. Sőt, innen jön... Ajjajjaj. Ezt mondom, látod, hogy azért, hogy nem figyelsz egy pillanatra, és már itt van, az egyik tent mellett, és könnyen beindul a dominó. Azaz. Csajok, azok szaladnak, mint az állatok. Gyönyörűen. Szerintem itt fog valaki petrolingolni ezen a helyen inkább. Barátom, ha kicsit beszélgetünk, zenéltünk, pi is nap van ma. Nagyon-nagyon jó hangzik. Az csodálatos lehet. Power plant az első és legfontosabb, hogy legyen energiánk. Kell, hogy csinálunk élelmiszert. Ez az 56-os lokáció nagyon szép. Utána itt majd lejjebb jövünk, szerintem egy 44-jel lehet működni. Jó, ez most egyelőre biztosítja nekünk a kellő kaja mennyiséget. Ide is lehet majd jönni szép 52-essel. Jól van, leteszem inkább legyen lent, minden legyen. 14. nap. Csinálunk egy katonát. Imádkozunk, mert nem tudjuk, hogy honnan jön majd a horda és hogy mekkora lesz. Lehet, hogy jobban járnék, hogyha minden egységet szépen bevonnék a bázisra. Mind a 15-öt. Jó, 15 darab katonánk van, meg 4 rangerünk. Hát még jön azért a 16. is. Most van egy kevés pénzünk félretéve azért. Bocsánat. Hogyha valami gáz volna. Felépítjük gyorsan a falakat. Itt szerintem jók vagyunk. Ennek még meg kell épülnie, itt menni kell tovább. 7 energia. Figyeljünk, nehogy megtámadjanak. 7 energia. Megérkezik a power plant, nagyon jó. És az kérdés, hogy hova kell letenni. Szerintem ide rakom, ide a sziklák mögé. Kelet felől. Jó, hát akkor szerintem lezárjuk itt ezt a sávot valahogy. Ja, talán ez így jó lehet. Ez a sáv itt jó. Majd ezeket le kell, hogy bontjuk szerintem a hosszabb távon. Itt úgy kellene megfogni mindent. Nem tudjuk, hogy merre van az a kelet, mármint azon kívül, hogy ez. Na jó, és mi van, hogyha ez az oldal, innen jönnek esetleg? És mi van, hogyha itt fognak megérkezni, és nem odaépítjük a falakat? 7 órán belül támadnak. Ez a katona lehet, hogy kár volt, mert nem lesz pénzünk, ugye? 4.58 jön. Marosan rá kell menni az átalakításokra, fejlesztésekre, Stonehouse fejlesztésekre. De gyere, kérlek. Szerintem ez a katona mennyiség, ez jó. De nem tudjuk, hogy mekkora horda jön keletről. Ráadásul, hogyha most ide építenék, nem is lenne meg. Ide nem is tudnék védelmet felhúzni, ide tudnék védelmet húzni, meg itt meg van. Akkor nem menjünk egyőre tovább, akkor örüljünk annak, hogy itt vagyunk. Hogyha ide rakom egy ilyet, ide rakok egy ilyet, akkor ott kapcsolódik, nagyon jó. Közben haladunk mindennel. Lentről érkezik a rohadék. Lentről fognak jönni. Tudtam én, hogy ez lesz a vége amúgy, hogy megpróbál minket megszivatni valahol, és meg is próbál, valóban. Csináljuk úgy az átjutást, hogy legyen így. Így. Jöjjön egy kettő tarany, adj, oda. Jézusom. Mindenki jön?
Mindenki jön, igen. Felépülünk addig? Fú, de nagyon reménykedem ebben. Falak felépülnek. Ide fogunk állni. Csak a lényeg az, hogy erre felé jöjjenek, és nem a másik irányba, ugye? Mert a hold position nem tűnik annyira vészesnek. Egy íjászt elküldünk erre, mert az erre fog jönni az a hölgy. Nem, erre gyere. Jó, itt szép lövöldözések lesznek. Azt a hölgyet le kell, hogy vadásszák. Nem kívülről, felülről. De itt csinálj kérlek egy patrolt ebbe az irányba, így. Nézzük a hordát közben, hogy mi történik vele. Ja, hogy megtámadja azt a tornyot? De csúnyi szar. Jó, hát ez be fog borulni, az mindegy. Kiválasztunk néhány egységet, hogy felálljanak a toronyba. Ott valami be is borult sajna. Nem baj, hold position, tartsuk és lőjünk. De meg segítsen akkor erre. Jó, ez szerencsés volt. Szerencsés volt, jól sikerült. Mindössze egy léernyi fal esett ki. Ja, és ilyenkor nyilvánvaló kapitány. Elindulnak a srácok, minden irányból, fentről is. Szaladgálók jönnek. Ajjajajajaj. Jó, most ezt meg kell szerveznünk, akkor azon a jó, hogyha ide jönnénk fentre. Energiánk, kajánk van, lakosaink nincsenek. Rámegyünk gyorsan az átalakításra itt. Közben jöjjenek még katonák, legalább 3. Fejlesztések nem jöhetnek. 26. napon jön a következő horda majd. Nagyon gyorsan szaladnak amúgy, és nagyon jól tudják, hogy merre kell menniük. Keménynek tűnik, hogyha mindent jól osztunk el viszont. Ez a 4-es, ez kijön ide. Ha mindent jól osztunk el, akkor nem lesz gáz. Ki kellene húzódnunk egészen a széléig a mapnak, és akkor onnan kővédelmet intézni magunknak. Jöhetnek közben a kőházak is ide. Ebbe a zónába kellene minél több házikót felhúzni. Valószínűleg tentekkel indulunk először el. Nem is tudunk túl sokat lerakni, csak egyetlen egy darabot. Hát most az lenne a lényeg, hogy például itt ne futhassanak be, ugye? Hogy errefelé támadunk felfelé északnak. Kíváncsi leszek, hogy ez az egy géza, ez megtartja ott a szitút majd. Kedves hölgyet állítunk ide mellé, hogy segítsen. Itt lent vannak katonáink. Szerintem ezek a srácok itt nem kellnek ilyen sokan. De necces. Ide mindenképpen jó van, hogyha áll a néhány egység. Ott valakit elcsapott a vonat, nem baj. Ezek 3-an, ezek patrolingolnak, ezeknek nyomunk egy chase parancsot. Ketten két felé válnak, az nagyon jó. A lényeg, hogy a runnerök menjenek ki, és akkor a többi az megoldja. Te menj el chase parancsal. Itt állnak már egy páran a fiúk. Hát nem tudom, hogy hova kellene nekik patrollingolni, talán így ide. És akkor a másik megvegy át a fenti részt. Közben megjön a zseton, úgyhogy mozogunk el kijebb. Mivel hogy ott underek vannak, ezért nem igazán... Hoppá! Mi történik? Ez hol veri? Ja, hogy már megint a izét... Nem hagytam itt egységet, amelyik ezt megoldhatná, ugye? Te gyere ki, menj át abba a másik toronyba, Plash. They are infecting our buildings. Gyönyörű. Ez itt még mindig chase-en van, csak lassan csinálja sajna. Itt jönnek egy páran. Jó, a range az segít. Át kell gondolni, itt az a baj, hogy végig ilyen magasból kell szemlélni az eseményeket, ahelyett, hogy az ember nyugodtan mászkálna. Ti is mehettek kergetni őket. Tehát, hogy ilyen közelről tök szépen megnézhessük tudod a szitukon. Ez most annyira nem könnyű. Viszont kaptunk egy csomó zsetont, úgyhogy elkezdjük szépen csinálni ezeket a tenteket. Ez itt pont rossz lesz, úgyhogy szerintem itt irányt fogunk váltani. Ide meg majd kellene... Várjál. Szó miért letenni.
Talán ez a 15-ös jó volna. De akkor vélhetően nem ártana egy 9-es mellé tenni ide. És akkor a 15-ös volna itt mellette a legközelebbi. Jó, ebből húznánk a legtöbbet. Ennek muszáj meglennie. Ez az elsődleges fontosságú dolog, meg amúgy a Hunter's Cottage is rásegített az élelmiszer termelésre, az sem baj, hogyha van. Izgi-mizgi, bizonyám. 9-es kaja. Jó, és akkor a maradékból rakjunk fel tenteket. Hát az, ha megszámoljuk itt a négyzetrácsokat, itt mindenképpen be fogunk akadni. Tehát ez szerintem úgy volna jó, hogyha ide jönne kettő. Ebbe az irányba elindulva, hogy hagyjunk helyet is. Itt soha nem fogunk átközlekedni. Ezt már most megbántam. De nem baj, megoldjuk valahogy. Ide csak egyet tudok letenni. Az baj. Kettőt, hogyha így tesszük. Jó, ez is működhet. Még egy. Itt egy szép vonalban megyünk. Aha, ezt itt végig be kell építeni. Aha, jó, csak ahhoz kell egy torony, egy Tesla Tower. Jó, hát az honnan legyen? Azt szerintem minden kívülről tegyük meg, ja. Így, akkor ezt az egész részt betudjuk. Ez remélhetőleg odáig elmegy, akkor ez menjen így. Jöjjön itt is. Ezt meg kéne javítani. És elfogyott a zsetonunk, nagyon jó. Na, most ebből a pénzből gazdálkodunk közben. Itt jobb oldalról is lehet látni a, a kis próbálkozásait a kis majmoknak. Főleg miután ugye ebbe az irányba is elindultunk. Biztos, hogy megindulnak majd innen. Nem igazán vannak, mivel hogy nincs Andra pályán, nincsenek veterán harcosaink, tehát ahhoz több horda is kelni fog majd. Ez egy hosszú küldetés, de megérős. Sokat is fogunk ebből a küldetésből majd szedni magunknak. Az első óra, megpróbálunk átalakítani néhányat ezekből a tentekből. Még nincs benne lakos, mert ugye még nem hozták meg. Csináljunk közben katonát egyet-egyet, azt ne felejtsük el, hogy az is fontos. Lentünk az van, most kellene majd néhány farm is, csak nem tudom, hogy a farmok és az advanced farm az hogy működik. Hát ezt külön ki kellene itt fejleszteni? Foundry, bank. Aha, lehet, hogy ez egy foundry építmény. Bankot is meg lehetne csinálni, mert amúgy az is ötletes egy dolog volna. Jelenleg megpróbálunk a falakra hagyatkozva előre törni. Csináljunk egy bankfejlesztést. Ne felejtkezzünk meg majd a izéről sem, az inről, amit meg szerintem ide kell, hogy letegyünk egymás mellé majd, hogyha megépül itt egy sornyi tent, amit ugye néztünk, hogy a lehető legközelebb kell, hogy itt elmenjen végig. Ha ezt megcsináljuk, akkor úgy kellene, hogy így. Aha, és akkor ide még egy-kettő befér. Igen, csak akkor itt nem fognak tudni által menni a katonák. Ez minden irányból le van fogva. Nem kell ennyire egymás seggében benne lenni, semmi baj. Jó lesz ez így is. Ezt állt a marketplace-nek a kimaxolása kb. Jelen helyzetben. Talán még ide elférne egy. És akkor át is tudunk menni. Közben mehetnek az átalakítások. Na, üdv a chat szobában, elnézést, eddig nem tudom, hogy hol jártam. El is csodaországban kb. Lehet ez az a legelső alkalom a játék történetében nálunk, hogy egy foundry építményünk is lesz. Ha ezt megjavítanánk, akkor nagyjából kijönnénk erre, és akkor tudnánk itt tovább menni, úgyhogy egy javítást ezt kieszközölünk. Nézzük, hogy hogyan lehetne itt. Szerintem erre már nem kell menni, ez talán itt. Aha. Ez itt jót tenne. Minél nagyobb területen hasítsunk arra felé. Ez ide mindenképpen kell. És tovább kell mennünk innen is, csak nem tudjuk, hogy innen hogy akarjuk majd lezárni ezt a részt. Bentre is tehetném. Ja, inkább bent védelemben álljon, mint kívül a senki földjén. Tennünk kell tovább itt is. Ide nem kell neked semmit sem letenni talán. De mi lenne, hogyha letennék? Mi lenne a baj? Semmi, maximum ide is építhetnék egy-két épületet. Ide is jönnünk kell, hogy itt is lehessen védelmet építeni. A lenti oldal van teljesen elhanyagolva, és most már pénzem sincs arra, hogy lefele menjünk.
Viszont egészen jó oldalon, tehát a nyugat-kelet irány az teljesen jól le van fogva most már akkor a griddel. Munkások is vannak még, mert az átalakítás is akár hozza a zsetont. Közben el is kereskedjük azt, 4-50-704-504-en van a lakosság. Mert az átalakítás. Megyek aludni 4-40-től meló van, köszi szépen, jó pihenés neked. Azért ebben a misszióban benne van rendesen a... Kinek a kardja? Várjál már, amikor ilyen nagy izében vagy és... Démoklész talán? Hogy totál bármikor lehullhat ránk ez a dolog. Mire is szokták mondani? Segítsetek! Ti biztos, hogy tudjátok. Stone Towerok, Stone Wallok fejlesztése menjen. Ne álljunk meg azzal sem, a Foundry is kell, Shocking Tower fejlesztés is kell. Mondjuk mivel nagyon nagy lett a lakosság mérete nagyon korán, ezért, aha, megint jönnek a szállingózók. Hát a Chase parancs. Demoklész kardja bármikor lesújthat. Igen. Én pontosan ezt érzem, hogy megvan azért a veszélyfaktor jelenleg. Kell kettő katona. Itt szép a védelem. Itt nem szép a védelem, lent. Aha, és mivel már itt vagyunk elől, ezért okoskodnunk kell, hogy akkor ezt hogy csináljuk meg. Egyre többen szállingóznak egyébként. Ide mindenképpen kell egy petrol a déli irányba. Mondjuk el egészen eddig. Itt valakinek át kell vennie majd a másikat. Ide nyomunk még egy egységet. Itt jön ki még egy egység, ő erre jön. Remélem, hogy jól csinálom. Neki most a petrol az erre felé menjen. Itt lesz egy, aki erre felé jön, és innen egy nagyobb területet próbál felölelni, így. De pedig, ha minden jól megy, akkor így kellene, hogy menjél most arra felé. És akkor elméletileg, ha jön egy-egy kis csíra, akkor azok meg lesznek fogva. És ráadásul még vannak ugye egységek, akik elindulnak és lövöldözik a kis rohadékokat is. Jó, akkor nagyon-nagyon sok pénzünk van most. 2400. Ebből próbáljunk meg most olyan épületeket létrehozni, mint egy warehouse. Vagy lehetne... Hiha... Hol van az inn? Olajplatform, quarry... Bank inn, aha. Ehhez kell egy warehouse, jó, az mehet. Akkor azt csináljuk úgy, hogy... Ez fájdalmas lesz, hogyha ide teszem. Jézusom. De akkor ide rak... De itt meg nem fog le túl sok mindent. Ha ide raknám ebbe a pozícióba, innen egy jó csomó épületnek megtámogatná a gyártását. Szerintem ide le kell, hogy tegyem. Ez jó szar. Nem is maradt fánk, úgyhogy szómilleket még leteszünk egy-kettőt. Ezt a 13-as lokációt néztük, ugye előzőleg beszéltünk róla. Nem tudom, hogy lehet-e. Nincs fám. Na, még egy 10-es lokáció ide, nagyon szép. Közben megy az írtás. Szerintem a belső gyűrűt lefogtuk már, ez jó volt. Itt próbálnának még szaladók jönni, de ott kettő katonánk véd, úgyhogy nagyon jó. Innen is szaladgálnak. Oda néz. Oda néz a mocskosok. Ki kell jönnünk erre felé is pedig. Jó, lehet, hogy az lenne jó, hogyha most a fa mennyiségből, ami rendelkezésre áll, elkezdenék rögtön csinálni a védelmet. Mert hogy ezen kívül amúgy sem kell mennünk. Én szerintem igen. Vannak itt a gyenge pontok azért. De ez itt király, ez most akkor megvan. Nem felejtkezzünk el arról sem, hogy menni kell itt tovább. Minden irányba mennünk kell tovább. Itt ez nagyon rossz, hogy ez így jön. Mert lehet, hogy ezt a belső falat akkor nem is kell kihasználni. Hogyha szeretnénk erre felé építkezni, akkor itt kell megfogni őket, meg itt kell megfogni őket, de itt belül semmiképpen. Hamarosan horda is jön 5 napon belül.
Szerintem ide is rakunk védelmet, és megyünk ide felfelé. De úgy megyünk felfelé, hogy benne legyenek azok a területek ott. Ide szerintem le kell raknunk egy fát, mert itt nagyon sokat tudunk abban meríteni. Sok pénzre itt hagyom a streamet, ne herdáld el. Szia, jó pihenést! Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Remélem, hogy jól érezted magad. Kaja mennyisége 8, muszáj lesz farmokra rámenni. Szerintem Foundry-t kell letelepíteni, hogy fejlettebb farmjaink lehessenek, amik dupla annyira akkora hozammal rendelkeznek. És a Foundry-hoz mi kell? Ja, hát az, hogy fejleszt ki elsőnek, aha. Jobb hiány muszáj, hogy megtegyük ezeket a fejlesztéseket. Azt nézem, hogy ide lehet-e tenni, de hát, hogyha kintebb mennék itt esetleg, akkor lehetne egy 48-at csinálni. Amúgy ez a fal amúgy is értelmét veszti. Úgyhogy szerintem ezeket le is fogom minden bontani. Ez mi lesz? Dirit gomb? És akkor oda rakhatnánk még egy farmot esetleg, egy szép 58-as pozícióba. Na ez a legjobb, amit itt tehetünk. És ne felejtsük el akkor a falakat húzigálni innen, készülvén arra, hogy bármelyik pillanatban ránk ronthatnak, és összerondíthatjuk magunkat, ami hát meg nem egy olyan jó dolog. Kifele nem akarunk menni. Csak is befelé. Így. Oda nem engedleteni, mert elfogyott a fa, de 112-esével hozzuk a fát, hogy mocsok sok jön belőle. Hát lehet, hogy amúgy triplázni is kellene, hogyha volna rá lehetőség. Nem tudom. Ide például, ide esetleg. Minél több fal van, annál jobb. És akkor lehetne még kavics tornyokat is betenni. Amúgy meg kellene csinálni a kavics falakat is. De szerintem jobban járunk, hogyha kezdésnek. Biztos, hogy egyre ki akarunk menni? Már megint egy olyan misszióban vagyunk, amikor nem vagyunk tapasztaltak abban, hogy mi vár ránk. És akkor lehet, hogy túlságosan kitoljuk a határokat. Aztán végén emiatt fogjuk benézni, ugye? Ez a lenti irány, ez teljesen fos. Itt lehetne védekezést építeni már. Hű, de messze vagyunk a jótól, azt a... annyira távol vagyunk mindentől. Nagyon-nagyon ürlet nagy a térkép ahhoz képest. És akkor most a maradék pénzből meg azzal szarozik az ember, hogy leállított idő mellett megpróbál valahogy megoldani itt minden. Itt csak is és kizárólag ez működhet. Kapvakat építsünk ide. Kapukat? Nem tudom. Így. Hát jobb lenne erre felé menni. Azt nem annyira egyszerű kieszközölni. És akkor egy-egy jó irányzott katonát meg be lehetne állítani ide a falak mögé esetleg. Mert hogyha most támadni fognak, akkor mindenképpen bevesznek egy épületet, és akkor könnyen benézhetjük ezt az egészet. Aki éppen nincs mozgásban, megemelni a vizuált lehetne belső nézetben körbenéződni, idő is lenne rá. Hát, ja, gondolom amúgy. Nem volna sem szar persze. Ha lehetne ilyeneket csinálni. Ez az egységünk ide megy. El kell kezdeni ugye kitolni a határt, amit mondtam. Mindeközben pedig építeni ezeket a falakat. Most akkor legalább a vonat vonalát le tudjuk. Hát de ez a kis érted, hogy milyen erdja irányban állnak. Hát inkább kintebb, inkább bentebb. Az ember nem tudja. Talán ez így rendben van. Ide megrakunk majd tornyokat. 851 gold. Közben a grid. Én most úgy érzékelem, hogy csak erre megyünk rá. Hogy haladjunk a védekezés irányokban. Hát ezt gondolom, hogy el kell, hogy érjen odáig. Innen meg el kell, hogy érjen odáig. Innen meg kell, hogy csináljuk valahogy ezt okosan. Lehet, hogy ide kellene védekezni, nem is kellene kitolni teljesen, hanem erre az irányra itt megfogni így. Jaj, bár tudnám. Itt mindenképpen fal kell. Itt be kell fejeznünk azt.
és utána úgy kell átcsoportosítani az egységeket, hogy mindenhol legyen elegendő belőlük, hogy nehogy gáz legyen belőle. Aztán így jó lesz. Sinek mellé nem lehet egyáltalán építkezni. Ide egy nagy tornyot esetleg. Aha, az jól mutatna. A toronyból nem ártana egy-kettő idesen. Így. Egyet még esetleg ide mellé. Aha. Jó, ez szerintem itt teljesen jól le van fogva. Maradt még nagyjából zsetonunk is. Ez abszolút erdján néz ki, és egy szar. De attól még a miénk. Ha erre jövünk, akkor itt már be lehet fejezni a falépítkezést ezen a vonalon így szépen keresztben. Mindenképpen ki kell, hogy menjünk erre. Szerintem akkor is itt fogom megfogni. Történjen bármi. Ezek mindjárt elkészülnek. Közben haladni kellene a lakossággal, ugye? 22. nap. Jönnek ki a katonák. Nézzük meg még a tent fejlesztéseket is. Kőkerítésünk az még nincs, de kőházaink már lehetnek. 0 óra van. Átalakítunk néhány házat kőházzá, jó? Ez abban még baj nem volt soha. Még mielőtt megérkezne a vonat, addig be kéne ezeket fejleszteni, és akkor még több lenne a zseton, de most már innek is kellenének, csak ugye mindenhol a falak meg a grid terjesztésre álltunk át, és ennek érezzük most a negatív hatásait, hogy végül elvisz minden pénzt ez a dolog. Úgy hallom, hogy érkezik közben. Hallottuk a távolból. Ez beáll ide, beállhatsz oda. Itt nincs semmink, csak egy katonánk. Közben érdekes módon most nem nagyon jönnek, nem halljuk, hogy probléma lenne. Ki kell húznunk a Stonewall fejlesztést. Beáll a vonat. Húzunk egy katonát, maradt 20 gold. Amit hozott abból 2 házikó átalakul. Közben egy-egy házikó átment már ugye a Stonehouse-ba. Kezd kevés lenni az energia, kezd kevés lenni az élelmiszer is. Nézzük most a fejlesztéseket, hogy tudunk egy csinálni Foundry-t. Az 3000 goldos épület, az inhez kell 100 fa, 2000 arany. Bankhoz 1000 arany, letérő bankunk lesz, és utána csak in. Pedig azt a 2 épületet ide fogom felhúzni. Szerintem más nem is kell nagyjából hozzá, csak hogy ez meglegyen. Ja, a bankot megnézhetnénk, hogy hogy néz ki, hogy mit csinál, meg mekkora területre hat ki. 3 nap a támadásig. Lehet, hogy most fogjuk benézni. Szerintem itt kellene elhelyezkednie amúgy. Ez van a lehető legjobb. De hogyha 2 épületet akarsz letenni, akkor ide kell letenned. Így, és akkor 100. Jézusom, nagyon sok minden kell ehhez. A bankunk még soha nem volt, viszont akkor így megint körbe lehet majd építeni ezt a környéket. Na, érkező félben van az enemy. Egyet megkérünk, hogy jöjjön ide, másikat erre felé. Itt van a kivéd, igen. Így. Ezek a fiúk. Lefele kell, hogy jöjjenek. Ja, itt lent még működik a védelem, ezzel nincs baj. Attól félek, hogy ide fentre nem tettünk semmi értelmeset. De most már ezek is helyen vannak, úgyhogy... Ez menjen erre, az menjen arra. Itt nincs semmi fogja. Itt a csajok fogják, ez jó. Itt megyünk így, petrolba. Ide kell majd néhány izét felhúzni. Falat. Ez kijön ide. A védelmet támadják. Honnan? Itt már kell valaki. Itt nincs senki jelenleg, ez baj. Kevés lesz a katona? Falakat verik valahol. Itt a déli rész az teljesen nincs megoldva. Itt van egy katonánk, aki véd. Őt megkérjük, hogy álljon át ebbe. Hol volna még több egységünk? Próbálnak betörni bal... Aha. Ez megvan, ott megy a petrol. Itt 2 nem kell. Ezek itt mászkálnak, ők lesznek azok, akik több irányba is megindulnak. Itt már azért át kell gondolni, főleg, hogyha így kiterjedtél, hogy merre mész. Itt szépen fogják. Ott lentről bevédi ez. Itt nem fognak tudni átjönni, itt nem tudnak átjönni, itt védve van. Ott nincs senki, őt ide küldjük akkor. Pontosan ott akarnak átjönni, ahol nincs egységünk. Jó, van 3000 goldom. Tele vagyunk mindennel, csináljunk akkor egy... Int, amihez kell 50 energia, 100 food. Akkor viszont kell csinálnunk egy power plantet. Az, mint ahogy eddig is, erre felé fog kijönni.
Nagy koncentrációt igényel a küldetés, de szerintem tök metál. Nem tetszik az egész kimenetel ennek a dolognak, hogy hová haladunk és hogy mekkora hornák fognak majd jönni. Nagyon kíváncsi leszek rá. Ez egy 58-as pozíció. Nem a legjobb, de jobb, mint a semmi. Hát nem tudom, lehetem ugye az, hogy még ide is beteszünk egy másikat. Itt van egy jó 74-es. 72 még jobb. És hogyha erre jössz, 67. Na de hogyha itt van egy 67, akkor ide egy 62 még bejön mellé. Talán. Hogyha lesz elég fánk hozzá. Jaj, ne mondd már, de hogy próbálnak betörni. Itt ez meg van fogva. Meg lesz fogva. Hát ez egy kicsit gyanús, ez nem tudom, hogy mit csinál. Csajoknak megmondjuk szerintem, hogy csészeljenek egy kicsit. Kolóniánkat verdesik. Azt nem tudom, hogy ezt beverik-e, vagy hogy lesz. Itt nagyon jó a védekezés. Az, aki erre jött, kis Jóska, az merre megy? Ó, Istenem, na várjunk. Néhány épület ebből ide jöjjön ki. Az, aki ide jött, az mit csinál? Hol verték be? Azt a fentit verték, ugye? Igen. Jó, a falak azok még kitartanak, ott nincsen baj. Ezzel van a baj, hogy itt verték be az előálló tornyot, mert arra nem figyeltünk oda eddig. Megtámadták. A jobbágyokat megtámadták. Mert a javítás. Közben betörtek egy falat. Ennek kell itt petrololnia. Közben remélem, hogy majd ami jön kifele egység, az errefelé jön. Ez is gyanús, hogy itt a fal mellett mennek el. Jó lesz ez. Valahogy megcsináljuk. Kellene ide is védelem. Itt lent még nem csináltunk semmit. Holnap jön a horda. Ez baj. Ez már az előszere szerintem a hordának akkor. Van kaja. Várjál, lehet, hogy túl sokat húztunk most a katonából. Inn. Lerakunk egy int és a maradékból. Nem mondod, hogy nem fér el ide a francba. Akkor a gridet kell egy kicsit odébb tenni, máskülönben nem lehet. Nem, ez egy olyan épület, ami elfér akár ide is, és benne van minden épületünk. Sőt, ez itt még jobb is lesz. Jó, az inn az elfér ide. Közben lehet majd tenteket is letenni, ez elvitte az összes kavicsomat, nem baj, le van szarva. Jó, itt hogy legyen mellette elmeneteli lehetőségünk, ez így lesz. És akkor a maradék katonák, akik meg jönnek kifele, azok remélhetőleg itt az északi fronton fognak tartani. Hát 28 katonám van. Hogyha jól csináljuk a falakat, akkor ez működhet. Hogyha nem, akkor nem. Itt verik a falat valahol. Eddig jó. Ott még jön valaki, de ez a Chase Undead parancsal megoldja. Ide mindenképpen kell, hogy álljon valaki. Mert a javítás közben itt a falakra. Ennek kell egy patrolling ide. Most van megint aranyunk. Mindjárt megépül ez is, akkor tudunk húzni egységeket. Ez a power plant jó helyen van, kajából megint kevés van. Azzal foglalkozni kell, hogy ide is jöhessen egy jó 62-es. Hát jó szar helyen van, de jobb, mint a semmi, nem? Tehát mégiscsak valamennyit behoz, egy 58-as. És akkor ezeket vissza kell majd bontanom? Hogyha megépítem a foundry-t. Nem kizárt a dolog, hogy ezt újra kell gondolni. Kellene még egy darab soldier center, amiből jöhetnek az egységek kifelé. Szerintem ide is jöhet, mert amúgy innen nem tudunk semmi más kihozni, a kavics az így nem működik. Foundry-nál kell gondolkodni, ez az első alkalom, hogy ilyen fejlettebb épületeket is használhatunk, és nem tudjuk, hogy kell-e valóban használni. Hát kellene, biztos, hogy kell, csak még nem tartunk ott. Hoppá, a szaladók érkeznek a jobb oldali irányból, beszarsz. Ez igen. Próbálnak betörni. Nem baj, mert vannak, akik szaladgálnak, úgyhogy ezek megoldják. Jó, ez volt a horda előszele ezek szerint. Most kell megcsinálni akkor a falakat különböző irányokba még. És megnézni, hogy hol. Ja, meg nem kirekeszteni azokat, akik itt vannak, ugye? Ja, de jobb lesz, hogyha úgy csinálod, hogy... így szépen. Egy dupla falat. És aki itt petrol, az meg. Van, aki itt maradt kint, az... most megpróbál visszajönni. El kell kezdeni itt is befejezni az irányokat. Hát akkor ezt úgy kellene, hogy minden egyben legyen, ugye? Tehát, hogy nagyjából így le legyen fogva ez is. Lehet, hogy most éjszakról fognak jönni. Itt is szépen meg van csinálva. Talán ez így le is fogható. De még jobb lenne, hogyha így fognánk meg. Aha, ja, szerintem ez a jobbik irány. Próbálkozzunk meg vele. Nem is fogunk ide rakni kaput szerintem, nem kell az oda. Így.
Rengeteg fát szerzünk. Így. Délről érkeznek, hát honnan máshonnan? Francba. Egy egységet itt hagyunk petrololni. Várjál, ki kell jelölnünk mindent, hogyha délről jönnek, nem tudjuk, hogy melyik irány lesz ez a déli irány. Ráadásul a grid arra nem is fejlett, tehát mindenképpen vagy innen fogom meg, vagy ha innen jön, akkor lehet, hogy be is nézzük. Hogy legyen? Mindenkit meg kell fogni, 31 darab katonát, és a déli irányba el kell őket küldeni, ugye? Akkor most ennyit a patrolling útvonalakról. Mindent összeszartam ezzel a kattintással, ennyi volt az egész. De rögtön települni kell majd még falakkal, mert amúgy lehet, hogy itt akarnak megint bejönni, ahol az előbb jöttek volna, ugye? Még egy kapu. Melyik lesz ez a déli irány? Kellene a grid fejlesztés. Mozognunk kell. Csak nem tudjuk, hogy meddig ér a takaró. Már megint. Itt a benti rész lefogásra kerül. Mehetünk erre is. Jó, most van, maradt 980. Mindenkit ide csődítettünk az egész mapról. És még mindig nem tudjuk, hogy mennyi egység lesz a végére. Két órán belül jönnek. Van veterán unitom, 31 egységgel, vajon meg tudjuk-e... Aha, balról jönnek lentről. Akkor most mindenki, aki eddig ide jött, az megpróbál errefelé jönni. Érkező félben vannak. Sok. Aja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 j
random falakat húzunk fel kőből, és próbáljuk ráhúzni őket, talán ide. Jó, de elmennek mellette. És akkor utána le fogom bontani, vagy mi lesz a tervem vele? Csináljunk egy olyat, hogy kettő réteg fal. Mindenki beáll mögé, aki be tud. Kell három ember, aki kájtol. Van a többi. Van a többi egység. Ez hány ember? Ez 24. Ez kevés. Ugye ez kevés. Ez nem jó. Kell három ember, akik behúzzák a hornát ide a fal irányába, ugye? Lehet, hogy bebuktam. Ez mocskos sok. Megérkeztek. A mercenarik, egy sniper, egy veterán soldier. Ezek jöjjenek erre felé. Erre felé kell őket behúzni valahogy. Eddig jó. Gyertek, álljatok ide. Hold position. Gyere ide. Eddig szuper minden, gyerünk. És akkor próbáljuk meg innen tartani valahogy. Pont nem a fal mögött állunk, ugye? Nem baj, kájtolunk, kájtolunk. Közben balról, balról nyomják a fiúk, gyerünk. Errefelé támadnak. Hát kicsit necces, kicsit necc, de nem lehetetlen. Ezek a vilám fiúk, ezek bajban vannak. Ezek mozogni kényszerülnek innen szerintem. Ezek is mozogni kényszerülnek. Csak ne befele vigyük őket, nem szabad őket befele vinni. A sniper unit nyomja. Mindenki nyomja. Bele vagyunk akadva, semmi baj. Tüzelés. Jó, hátra az egész. Nem szabad, hogy ráakadjanak az épületekre. Tüzelés vissza. De gyere ki belőlük. Nagyon szép. Nagyon szép. Ezeket előzönlik. Jézus Isten. Menjünk balrább. Balrább kell menni. A falakat verjék, nem mást. Most belülről tankolunk. Ezeknek nyomni kell. Neked mozdulnod kell, meghaltál. Hogyha ezek bemennek, most szarban vagyunk. Ezek pedig bemennek, beindulnak. Jézus Isten. Na jó, amíg ezek balra mennek, addig semmi baj, nekünk erre felé kell menni, ezeknek muszáj hátra jönni a falak mögé. Jó, akik ott kijönnek, támadunk, és ezek mennek fölfele. Közben megindulnak a térkép külön részeiről egyes szállingózók, hogy dögölnének meg. Ez ki kell, hogy jöjjön abból a toronyból, ide. A déliekkel bajban vagyunk, nem lehet, még meg lehet csinálni, még meg lehetünk. Az biztos, hogy ezeknek erre kell tüzelnie. És itt, amit hallunk most jelenleg, vagy amit látunk, ezt meg kell fogni a többiekkel,
gyönyörűen nyomják a srácok a déli oldalon, itt mehet a kemény kitingolás egy emberrel, a többit tartanunk kell, itt hiába verik a falat, az le van szarva, majd szépen lassan utána chase parancsal megoldjuk. Egy a lényeg, hogy innen is mennünk kell hátra, muszáj támadni, megfordulni, támadni, te gyere ki onnan, gyere ki, Géza, te szemétláda, itt mi történik közben, még mindig megy az írtás. Az a baj, akik egyre rámennek, neked muszáj úgy menned, hogy erre gyere, tüzeljetek, mint az állatok, ti húzzátok rá a többiekre. Ez nagyon jó lesz, ott a fal lebontódik, itt muszáj hátrébb menni egy kicsivel, közben délen is baj van. Itt ez nagyon szép, ez nagyon szép, ez a kiting taktika, hallott horda kitingért, soha nem csináltunk, még valaki itt is be akar jönni. Erre figyeljünk oda, hogy te arra néz, és északi oldalon nem tudom mennyire jól áll a védelem, de ez itt egyelőre működőképes. Jó. Jó, a horda az elment, most már csak meg kell tartanunk a szituációt, mert a chase parancs, neked ide kell jönnöd, itt minden meg van fogva. A horda megvan, de mi lesz ezután? Ketten elmentek a városba, jó estét, hová? Egy jön ide. Itt ez... Igen, ez egy decrepit. Egy veterán jön erre. Az jó. Our buildings are being attacked. Ezek a lányok mit csinálnak? Elkezdenek chase-elni. A falak itt fogják őket. Gyertek ide. Meg tudom ezt fogni, hogyha ügyesen csinálom. Akkor nem lesz baj. De gyere patrollingba lefelé irányba. Ott a bal oldalon van egy kis gáz, de itt hagytunk néhány egységet, ugye? Chase parancs, te gyere ide. A lányok ott nyomják. Te gyere ide, légy szíves. Szétszórjuk egy kicsit az egységeinket, a sniper unit jöjjön errefelé. Ezben tele vagyunk pénzzel, úgyhogy most már mind a kettő épületből muszáj megkezdeni a katonák kiszórását, és a következő mission, a következő hordáig, ami 10 napon belül jön, az lesz a feladat, hogy mindenhol legyenek falaink, és kívülre nem fogunk mozogni, kizárólag a belső területen mozoghatnak egységeink, a populáció ezen a kis területen is 704-et ért el, amiből gyakran, vagy nem gyakran, hanem hogy gyorsan csinálhatnánk egy magasabb számot azzal, hogy kőház alakítanánk. A cottage-eket. Ez lehet, hogy nem is kell, de egyfajta belső védelemnek megmaradhat. Gondolkoznunk kell majd a izéken is. Azon is gondolkodni kell. Hogy minél több shocking tower lekerüljön, hogy azok is védjenek, mert itt a falak mentén az működhet. Északon nincs senkink. Ezek nyugodtan feljöhetnek ide. Addig a falat talán nem szedik le. Ez a kis fickó, aki itt megy, ez nem tudom még, hogy mit csinál. De jó lenne, hogyha így patrololnál lefele irányba. Remélhetőleg akkor nem kifelé történik. Ott fent mi van? Ez mi? No, ez nem baj, hogyha innen írtják. Az megoldás. Rédeplás. Mert a lövöldözés. Jó, az megvan. Itt éjszakon semmink nincs, de ide már küldtünk egységeket. Csak el kell, hogy jussanak odáig. Hát egyesével kell ilyenkor levadászni őket, nincs mese. Ez micsoda itt? Sniperünk nem nagyon nyomja, vagy ő nem olyan fiú. Közben ide küldtünk kettő egységet, az egyik erre jön. Másik erre megy. De majd javítani is kell a falakon. Na, de nem fogja megengedni, hogy visszaépítsem. Ugye, mert a petrol. Neked mert a petrol erre. De meg nem tudom, mit csináltok, menjetek arra felé, fölfele. Már csak éjszakon kell odafigyelni, a déli irány megvan. Jó, jöjjünk ide vissza, és... Na most volt a nagy vesztegetése az időnek, ezt nem lett volna szabad. Hogy ennyi időt veszítsünk, muszáj lesz kiterjednünk minden lehetséges irányba innen délről. Meg innen is, ott lesz egy javítás. Be tudjuk fejezni a védelmet mindenhonnan. Ja, ide is kell egy még, ide is menjen. Utána könnyebb dolgunk lesz majd.
hogyha a belterület az már szerintem könnyebben meg lesz. És a falak állni fognak. Egy ilyen petrolt nyom erre felé. Hát ez most ugye, ez a szerencsétlen része az egésznek, hogy ha át kell csoportosítani az egységeket, akkor vagy egyesével csináld meg, amíg megáll az idő, vagy az összesre kattintasz, és az bizony kellemetlen is tudám lenni. Jó, tele vagyunk zsetonnal, tele vagyunk mindennel. Akkor most csináljuk meg azokat a falépítéseket, meg javításokat, meg a kőfalakat is, meg mindent is. Egyelőre én elindulok a fával, abból mindenképpen több jön, gyorsabban jön. Majd itt lehet, hogy ilyen hármas erősítések se lesznek szarok esetleg, ja. Így. Az egy nagyon szép fal lett ott. Így szépen. Itt is muszáj triplázni, látszik, hogy nagy hordák jönnek. Főleg ez az utolsó, ez most az igen, igen keménynek tűnt számomra. Nem szarral gurít a játék, nem fogja az embereket csicskába küldeni. Hogy vagy Iván, mi a helyzet? Tripla falat nem szoktam lerakni, de látszik, hogy itt van. Van egy kis igény rá. Ennek a kis fickónak erre kell mászkálnia, ez lejön ide. És akkor a déli oldalon majd kitaláljuk, hogy hogyan legyen a védelem. Ezeket a falakat egyébként, ez egy akkora mák volt, hogy ide raktuk, és akkor kitingoltunk körülötte két csapattal is. Az egyik az meg ugye elég szar helyzetbe került, viszont rengeteg pénzünk van, úgyhogy nyomassuk ezeket az egységeket még kifelé tízessével. Nézzük, közben a Shocking Tower fejlesztés is megérkezik, Sniper fejlesztés megérkezik. Mert közben szerintem még több faházikó, hogy a lakosság is nőjön, és az azon keresztüli adók, mert a katonák azok vinni fogják az adót elfelé. Itt már, és kicsit sok a katona. Egyet-egyet ide küldünk még kiegészítésnek. Jó, és nézd, milyen runnerök érkeznek. Beszarsz. Még mielőtt megérkeznének, addig kellene a falakat ide betenni, ugye? Még mielőtt azok megjönnek, lefalazzuk, hogy nehogy még egy lépést tehessenek befelé, és a Shocking Tower range-ét megemeltük egyel, annak köszönhetően pedig egy kicsit jobban fognak majd tudni mindenfele is lövöldözni. No, ez itt nagyon jó, itt átküldjük a bal oldalra még egységeinket, mert innen nem nagyon van védelmünk. Az északi oldalon pedig szerintem fogni fogjuk, azt attól tartani nem kell. Ez nagyon szép így egyelőre. Jól lefogtuk ezt a részt. Kezd kialakulni a védelem. Kezdenek jönni közben az egységeink is. Ez most pont szerencsétlen, hogy így alakult. Nem baj, nem baj, nem baj. A lényeg már kirajzolódni látszik, hogy szépen megyünk a különböző irányokba. És mindenhol is falat fogunk tudni emelni. Ahol arra szükség volna. No. Ide is jöhet egy szenvedős és aprólékos, ilyen kis szarmozdulatokkal teli egy misszió ez, de azt gondolom, hogy a kihívás faktor, ami benne van, az... Aha, ide nem is enged letenni, ugye? Nem, vagy elfogyott a fa, nem baj, nem baj. Ezt lehetne folytatni egyébként kővel és ilyenkor nyugodt szívvel. Lehet, hogy itt nincs is értelme lehúzni bármit is. Lehet, hogy már most a Shocking Tower-re kellene rámenni, hogy inkább építkezzünk azokból. Lehet, hogy ha ilyen szépen állunk a szómillek, vagyis várjál? Igen, a szómilleket egyből lehetne letenni. Itt van egy 16-os lokáció, ez egy 17-es. Ha 16-os lerakod, akkor az egész itteni rész ez meg van fogva, tehát egy szar lesz. Viszont ez a 16-os, ez mégiscsak sok. Ha így rakod a 10-est, akkor utána jöhet egy 14-es. Ez jobb, mert akkor délről is tudunk valamit építeni, ugye? Például a 18-ast. Lehet, hogy nem ez a legoptimálisabb elhelyezés. De az bizonyos, hogy rengeteg fa, ami belőle jön, az nagyban hozzá fog járulni majd a power plantek fenntartásához, mivel itt van egy ilyen, azért itt már csak ide lehetne jönni a 10-es pozíció, talán a legtisztább, és ide emiatt nem fogunk tudni jönni szerintem. Jó, amennyi szó, miért le tudunk tenni, annyit tegyünk le, mert a következő lépésünk a nem csak a fa és a fából készülő védelem megépítése, hanem a power plantek és a Shocking Towerok lehelyezése is lesz egyben. Mivel 1017 gold jön, ezért van
miből ezeket a dolgokat építeni. És azt nézem, hogy itt már nem rakhatsz le egyet sem. Hát itt volna egy lokáció hozzá, de... Aha, itt még egy 10-es esetleg. Hát 10-es a legjobb. Így. Ez itt elég ergyelet, hogy minden irányból fogva vagyunk, de mindegy. Itt. Ez. Aha, ez behatárolja teljesen. Máshol nincs fánk már. Nem, ez ennyi volt, kész. Ide még lehetne valamit lehelyezni esetleg. 7-est, meg... Történik? Mi a baj? Ja, hogy ez behatárolja azt, és akkor itt meg gondolom ez lesz a baj. 10-es, 10-es. Akkor innen is tulajdonképp csak egyet tudsz lehelyezni, mert ez a másik megfogja. Hát akkor így innen nézve viszont csak ez egy 10-es pozíció van. Ide meg már nem jöhet. Nagyjából lefogtunk mindent. Biztos, hogy ezt jobban is meg tudtam volna csinálni. Mert hogyha ide raksz egyet, az a baj, hogy ez annyira megfogja innen, hogy ez innen megy. Kőfalakra, lövésztornyokra kellene kisebb észtartalékot képezni. Az folyamatosan jön most kifelé, látod? Itt jön az utánpótlás csapat, ez 12 és még 6 darab jön mellé. És még van 7 napom, amíg megérkezik minden. A déli irányba kell menni a tornyokkal, azt ugye néztük már előzőleg is, hogy ez fontos lesz. Most 1007-esével jön a gold. Tenteket lehelyezünk még. Körbefogva itt mindent is. Nyolc gold. Nem akarom, hogy zsúfolt legyen, meg azt szeretném, hogyha lenne közlekedésre hagyva egy-egy alagút. Vagy egy, nem is alagút, ennek a neve, mondjad már micsoda. Hát egy-egy lehetőség. Mi ennek a neve? Kis sikátorok, tudod? Nem, ez jobb lett volna, ha nem ide kerül. Szia Alexia Tékú, hogy vagy, mi a helyzet? Ez itt nagyon szépen fogja ezt a részt is, kajából van még 80. Kajával is mennünk kell tovább. Mi az, amit még nem fejlesztettem ki és fontos volna? Most már Shocking Tower lerakásra is van lehetőség, és meg is teszem. Jó lenne, hogyha minden irányból lenne egy-egy darab legalább, de hogyha kettő lenne, akkor még jobb volna. Nem tudjuk, hogy honnan fognak jönni, ugye ez mindig örök kérdés marad majd, de... Mivel a range-et megemeltük rajta, azért egy-egy darab is talán elegendő lehet. Most a pénz elment, akkor foglalkozzunk a falépítéssel itt ebben az irányban is. És ne felejtsük el a katonák behelyezését majd ide. Ide. Megjött a fa, nagyon jó. Megjött a gold. Le kell tennünk egy tornyot, vagy power plantet. ...174-es fa. Hozamunk van, eddigi rekord egyébként a játékban. Aha, úgy néz ki, hogy most minden irányból jönni fognak. Addig be kell, hogy vegyük ezt a részt itt. Muszáj, hogy mindenhol kiterjedő gridünk legyen. Tovább megyünk ebbe az irányba, és akkor itt egyen lefogjuk, ha minden jól megy. Gyertek, Flash, ide. Itt még nem áll senki, ezt ide tesszük, ezek gyorsan megépültek. A Tesla Tower miatt ide nem kell már egység. Egyre kevesebb az energiánk, úgyhogy most kell egy power plant, amit nézegettünk. Hát egyébként szerintem ez a lokáció is tökéletes volna hozzá, mert itt szerintem semmit nem fogunk csinálni. Itt lehetne aranybánya. Ilyen hülye volnék, hogyha nem raknék le aranybányát. Nézd csak, 160. 120, meg 100. 110. 270 aranyat farmol nekem, hát butaság volna talán kihagyni. Ez mehet közben petrolban erre. Aki ide jön, az petrolba erre jöjjön. Az így rendben van. Az alsó részre hozzunk még pár egységet, menj petrolba így. Próbálnak betörni az épületekbe? Ja, a grid, persze. Ez baj. Megy a lövöldözés. Colonies under attack, ne csinál, de hát már le van fogva egy csomó részen. A fertőzés terjed a kolóniában. Én nem hiszek ebben, szerintem hazudik.
Hoppá, mercenarik érkeztek, zsoldosok érkeztek. Ez kettő veterán unit, meg egy szép sniper. Ezeket felküldjük ide védeni, bár itt egész sok van. Ebből a pénzből, amit most itt el ocsékoltunk, szép tornyokat is lehetett volna venni, de az majd a következő lépés lesz. Most megvárjuk, amíg jön az arany, meg felépülnek itt az aranybányák, meg a power plant, meg a minden. És csinálni kellene egy foundry-t, amiből lehetne emelt szintű őrület, érettségit tenni majd esetleg. Gyertek erre felé, tegyere át ide. Ti maradjatok itt. Ameddig itt meg nem csinálom a gridet, addig nem nagyon esélyes, hogy bármit tehetek. Ti menjetek petrolban erre. Az ott jól nyomja. És szerintem meg vagyunk. Hát most mindennek megvan a maga helye. Mindenkinek van kijelölve. Aha, minden oldalról megvan. Ez egyre szebben alakul, egyre jobban tetszik. Az egységek, tehát a zombik nem tudnak átjönni majd csak azokon a helyeken, ahol az egységeink ugye... És hogy ahol a falak vannak, máshol nem. Ez így mehet. Hát itt mindenhogy szar lesz. Dehogy is. Próbál ilyen hülyeségekkel traktálni, hogy védelmünket támadják, meg ilyenek, de senki nem hiszi el. Hát nem tudom, láttam már okosabb kitalációkat is, nem mondom, de az most így lesz. Hol támadják? Sehol. Aha, és akkor még itt van néhány. Jó. Jó, 2604 gold, 194 energy. Ez 20 energiát használ egy-egy ilyen épület. Szerintem ez itt jó helyen lesz, ha ide kerül. Meg egy másik kerül mellé. És akkor ez a kettő irány le van fogva. Ráadásul itt tripla fal van. Lehet még építeni abból, úgyhogy... Jó lesz az. Most kellene majd ide is megtenni az utolsó simításokat ide az északi oldalra. Szerintem ez úgy lesz, hogy kettő darabbal oldjuk meg így. Ez itt készen van, ide már csak a Shocking Tower-ra kell, hogy felkerüljenek. Ez is itt most már beépíthetőnek tűnik nekem. Fú, hát ez komoly egy misszió. Tényleg nem gondoltam volna, hogy ennyire szőszmötölős lesz, és hogyha az ember nem foglalkozik azzal, hogy... Nem, te nem menj ki. Ha nem vagy hajlandó így szöszmötölni, meg így szarakodni, meg megállítani az időt, és akkor az idő nagy részét azzal töltöd, ugye, hogy ezeket a dolgokat csinálod, akkor benézed. 14 a fa. Milyen sokba kerül ez? Inkább rámegyek a kőfalra akkor már. Ez egy dupla falnak elegendő volt. Belső fal az ott jó helyen van, ez itt szépen véd mindent. 120 fa van egy másodperc alatt. Az ember egy kicsit félrenéz, és azon nyomban ott van a 120 fa. Ez itt olyan ronda, hogy ezt legszívesebben lebontanám. És valószínűleg ez lesz a gyenge pont is, ugye egyben? Hát mit tudom én? Figyelj, lerakok ilyeneket, aztán akkor így ez valamire jó lesz. Ezt az egyet lebontjuk onnan. Így, és akkor egy Choking Tower-t fogok ide feltenni inkább a helyére. Power plant is kelleni fog, hogyha ennyi energiát pocsékolok. Itt nézzünk ma, Iván. Hát, hogy egy darab kell-e, vagy kettő. Amúgy is csak innen a falaktól tudnak jönni. Egy darab talán elég lesz. És akkor ide is. Mászkáltok? Nem. Akkor mászkáljatok, Plash. Ide is jön egy darab. Kívülre fogunk ott építkezni? Miért ne? Jó, ide kettő kell éjszakra. Jönni fog a zseton 1200-asával. Itt átalakulhatnak az épületeink. Kövünk az elfogyott, abból lehet, hogy venni kell majd. Időközben jöhetnek a katonák is. Hármassával kifelé. Na, most elméletileg lenti oldalt fogva majd, és azt befejezve még, egy hatalmas terület lesz, ami rendelkezésünkre áll a kolónia befejezéséhez. És a külső területekre figyelni nem kell. Pénzt kell farmolnunk, ami meg ugye nyilván innen belülről fog majd eredni, és az adóból fog majd kijönni. Tök jó, hogy van bankunk is, meg innünk is, ami nagyon nagy területekre kihatással van, és elképesztő sok pénzt adományoz miatta, vagy kalapoz össze nekünk a helyi lakosság. Csináljunk meg minden átalakítást. Ígyni. Végig kell raknunk Warwickkal az egész helyet. 300. Ó, nincs kajám.
Ja, hát ilyen helyekre, mint ezek például még itt ki lehet hozni az élelmiszert. 4 nap van a támadásig. Shocking Tower-t akkor fogjuk letenni majd, amikor már tudjuk, hogy honnan jönnek a Ferencék. Így. Ide is lehetne még rakni, hogyha lenne itt egy tornyom amúgy. Miért ne lenne? Így. Aha. Kell az a kaja, nagyon, különben nem lesz itt semmi ebből, ami jó volna. Hát itt inkább lefele megyek, mint fölfelé. Ide már fát akkor sem hozhatok meg amúgy, lehetne. 72, ha, és akkor ide fogunk lerakni egy Shocking Tower talán. Lehetne itt Hunter's Cottage. Nézd meg, egy jó 23-as lokáció, ez nem egy olyan dolog, amit az ember kihagy szívesen. Ez ilyen indokolatlanul sok élelmiszer extrákkal. Igen, 15-ös. 16-os. 19-et áldoztunk be 16 miatt, hogy jobb lokációk legyenek. Mi van? Ja, nincs gold, oké, okay, az jó. 1400 gold jön most már. Micsoda Alec Baldwin az Árnyék című film. Nagyon jól hangzik. Ezt most találtad ki? ...16-15, ez így a lehetőleg kényelmesebb nekünk innen nézve. Tovább kell menni 17-es. De ez nem fog beengedni, mert túl közel van, ugye? Hát igen, de kijebb egy picivel már jó lehet. Ide nem húztuk még be. Várjál, mert most kifelé megyünk, ugye? 16-os. És akkor ide lehetne még... Jó, mielőtt azt megteszem, kell, hogy itt összeérjenek a szálak. Itt is, itt is. És akkor itt a védelem, ez ide fog fókuszálni lentre. Aha. Az viszont nem tetszik, hogy nem érünk el teljesen odáig. Külső falnak megfelel, de akkor utána a belsőt okosan kell majd kialakítani. Itt te sem láttad azt a filmet, hát van ilyen. De beteg voltál, mi történt? Ide majd még kell egy extra layer. Amint ezek megépülnek, várjál csak, fent még nincs falunk. Kell majd még energia egy power plantből. Ide. Maradt egy kevés gold, most jönnek a falak. Hát ezek a falak egyébként nem sokat fognak védeni. Hogyha megint egy akkora horda jön, mint az előbb, amit láttunk, akkor ezek... Nem tudom, hogy mire lesznek jók, vagy elég. Egy fa maradt, 164. Egyre kevesebb lesz a fa, hogy a power plantek jönnek. Egyre több Shocking Tower van, ezért egyre kevesebbet tudunk kihúzni a power plantekből. Mi? Nem, egyre kevesebb energia is lesz. Aha, ez itt szép. És csak gyönyörű, haver, gyönyörű, gyönyörű. Akkor itt nem kell foglalkozni a védelemmel, ez itt lövöldöz. Ott szerintem meg lesz fogva minden, itt fogva van minden, itt is fogva... Jó, jó. Akkor itt nincsen gáz, meg vagyunk, csinálunk már is. Elkezdjük akkor a 35. nap. Ezek működnek. Itt van egy nagyobbik csapat. Hová rakjunk? Itt elkezdtük ezeket építeni. Itt ez megint duplával kell, hogy működjön, ugye? Tehát, hogy ide is le kell egyet tennem, meg vélhetőleg ide is. Ezt csináljuk. Nagyon sok kő kellene ehhez a missionhöz. Jöjjenek ezek a katonák, ne álljunk meg vele. Megyünk lefelé, ahol rengeteg egységünk petrollol jelenleg. Közben ne felejtkezzünk el a gridről, hogy tovább menjen itt. Ide is kell, hogy menjen. Így, akkor talán meg is vagyunk. Most kell lerakni a falakat, és akkor most leszünk meg. Most lesz kifullozva a dolog. Hamarosan már. Remélem nem untátok szarrá a missziót, hogy itt igen komoly védelmi rendszereket kellett felépítenem. Jobbról is halljuk őket jönni. Szerencsére a petrolok ott vannak a helyükön. Mindenki odafigyel, semmi baj. Jó, ez gusztustalan. Ezt nem tudom mire vélni magamtól sem. Ilyen ronda védelmet én még nem láttam. Ember még nem készített. Itt van egy kis gyenge pont, de az majd belefér. Így ezeket lehet, hogy hármasával kellene megépíteni inkább, nem?
Hát így tulajdonképpen ahogy átalakulnak kővé, onnantól már mindegy lesz. Szerintem nem a power plant kell nekem, hanem a shocking tower ide. Ide kettő is kellni fog majd. De itt meg van erősítve a védelem, nem? Ja, és akkor lehet, hogy kifele haladunk inkább. Jó, egy shock tower ide, egy másik meg majd ide mellé. Máshol amúgy sem tud bejönni. Kájtolás nagyon izgalmas volt a többi is, jó? Hát ez... Erre menjetek, srácok, ide menjen a kiting, úgy-úgy. Folyamatosan jön, tehát nem az van, hogy... Nem az van, hogy hamarosan megállás lesz ebből az ügyből. Gyertek ide kájtolni, petrololni, így. Most, hogy ott lelőttek egyet, itt megcsináljuk a kőfalakat. Kőfal az drága. Quarry meg nincs. Quarry fejlesztés következik. 7-es lokáció. 5-ös, 6-os, 6-os lokáció. Hát lehet, hogy kívülről is rápróbálunk azért még egyre, kettőre, 4-es. 4-es. Nagyon sok kő kell ez a missionhöz. Jó, ez meg fogja tolni a kőhozamot azért szépen. Egy csillagerődre hasonlít, ami nem a legcsúlyabb, hanem a legjobb statikus védelmi forma ever. Igen. Hogyha úgy húzod a falakat, gondolom. Nem mint hogyha nagy katonai hozzáértésem lenne, de az bizonyos, hogy elég metál dolgokat fogunk ebből összehozni hamarost. És hogyha egyet ide raksz, jó szar, hogy csak 4. Itt van egy 7-es, az nagyon jó, itt van egy 5-ös. Aha, szerintem ezzel ki is maxoltuk a rendelkezésre álló területeket. 30 fa, még megnézzük azt a lokációt ott középen, hát ha. Ja jó, de nem haladok közben az, amivel kellene. Gyere, jöjjenek kifele a soldier unitok onnan, meg csinálgassuk azokat a szép shock tower-öket. Azaz. Ide is kell egy. Hát egy kicsit random van lehelyezve. Ide is kell egy. De hogyha mindenhova jut egy, akkor megvagyunk. Ide akár kettőt is leraknék szívesen. Ide már jött egy, ide még nem. Hát itt is kérdés van, ugye, mert lehet, hogy innen támadnak. Úgyhogy lehet, hogy ide viszont egy kettes kellene, mert ez szépen lefogja a teljes falat. Itt viszont hosszú a fal. Mindenképpen szarul néz ki. Sokkal több kavics kellene ebből. Most már 44 jön, hogy megépültek ezek. Ennyi kavicsunk még egy misszió során sem volt. Nem haladunk a déli oldalon. Pedig rengeteg a rendelkezésre álló nyersanyag. Szerintem ide is kettőt kell, hogy letegyek. Itt is kettő lesz majd. Ezeken a hosszabb falakon kettő lesz. Nem fogunk kiépítkezni, hanem ezt az egy vonalat tartjuk itt. És közben jönnek a unitok is, 66 darab katonánk van, fal mögé állva ezek a katonák, meg kell, hogy tudják tartani a szitut. Ezzel elhasználunk minden fát, de legalább megvan egy része a fának, egy utolsó, vagy a falnak egy utolsó rész van már csak hátra, ami innen indul el, és szerintem kívül belül lesz egy-egy. Ah, megérkeztek a mercenárik. Oda néz, mik jönnek, nagyon jó. Ez nagyon jó. Az előbb nem vettünk egy veterán snipert, attól félek, de mindegy, most már ez van. Jó. És akkor ők is lejönnek ide, mondjuk. Lucifer unitot csináljunk? Itt most nincs. Sok távolra megyek. Az eddig bevált védelem szerint próbálom meg ezt a missziót is teljesíteni. Figyelj, hogy már kétszer csináltunk ilyet, mind a kétszer működött, akkor reményeim szerint ezen a misszión is megtartja majd a kis kolóniánkat, kis populációnkat itt. Érkező horda jön. Pont most épül az utolsó fal, délről érkezik ráadásul, nagyon jó irányokból. Mivel nem tudjuk, hogy honnan jön, ezért egy kicsit kellemetlenebb lesz most a dolgok összerakása. Mivel nem tudjuk, hogy melyik irányba kell tennünk a Shocking Tower-t. Középre teszed? Nem tetszik annyira a középső. Nem. Na mindegy, hát menjen ide. Igazából jobb, mint a semmi, meg mögé lehet rakni azt a 66 unitot, hogy segítsenek. Én akkor is kettőt raknék ide. Jó, kevés gold. Gyertek ide, patrolling.
Nézzük, hogy hol vannak még unitok. Itt áll még egészen sok. A többi oldal le van fogva. És akkor megkérjük őket, hogy mozduljanak erre felé. Itt is van egy katona, ami fogja a falat. Itt sok támvörök már egy-egy azért le lett szállítva. Északon nem sok mindenünk van. Itt egy kicsit sok az egység, úgyhogy őket megkérjük, hogy jöjjenek ide lentre. Térkép másik oldaláról érkeznek a fiúk. Most kitingolás nem lesz, mert már megépült a védelem külső része. Azt nem tudjuk sajna, hogy melyik irányból jönnek. Ezért aztán, amint van goldunk, azonnal foglalkozunk a sok távolok lerakásával. Nem egy-kettőt, hanem többet is szeretnénk. Így. Ez nagyjából a középvonalat is fogja, és akkor a jobb oldalon nem kell törődni, minden egység leginkább a bal oldalra kell, hogy koncentráljon talán. Szerintem ez ide kell. Ahogy jön még gold, azonnyomban rámegyünk ott a sok távol lerakásra, reménykedve benne, hogy megoldható ez a szituáció. Nem tudjuk, hogy hányan jönnek, lehet, hogy sokan, de sokkal többen. Ez most kettő, és balról érkezik, tehát pont ide kellene letenni, ez nem megoldhatatlan feladat. Egy kő hiányzik. 510-ből nem leszünk meg. Mindegy, innen fogva van, onnan fogva van. Hát lássuk. Szájegység, ez 36 katona. Erős, erős. Lehet, hogy még most Stonewall upgrade-eket teszek be. Mert az már azt jelenti, hogy erősebb védelemmel rendelkezik a külső fal. Förtelen lesz felfedezteni mindet, de nem baj, megoldjuk. Sőt, hogyha az U betűt nyomkodnám, gyorsabb volnék. 20, nagyon jó, igen, így, oké. Nagyjából ez az a vonal, amit tartani kell akkor. Mindenki ölelje meg a falakat gyorsan, mert a hold position, tartás, lövés, gyerünk. Nagyon szép, nagyon-nagyon szép. Jönnek még a srácok besegíteni. Hát megrágják egy kicsit a falakat, de hamarosan beindul a shock tower, oda néz. Ez akkor át fog menni, hogy beszarsz, oda néz. Nézd, figyeld. Gyönyörű lesz, Jézusom. Nézd, mindenki beleáll a range-be, és... feltölti magát. Azt a büdös mindenit neki. Jézusom, na ezért használok Shopping Tower-t. Oda néz. Ez igen, haver. Feltölti magát, és tüzel. Vagy akármit is csinál. Nagyon gyorsan befejezte a hordát. Nagyon király volt. Nagyon jó volt. Időközben jött annyi pénzünk is. Tovább csináljunk még ilyeneket. Mint a Chemotox a szúnyograjnak. Ja. Ez idáig véd. Ez meg szerintem itt mellette ez működhet. Kettő megvan. Ott kettő megvan. Itt még semmi nincs. Jó. Mi az, ami hiányzik? Energy. Azonnal 2-3 power plantet le kell rakni. Kell még fa hozzá, meg kő is kell. Nem baj, az energia, amit ez behoz. Most már a fa az ugye nem kell. Minden a kövön múlik innentől kezdve. Meg a pénzen. Úgyhogy az lesz. Most van egy kis nyugink. Most nem a sok távörök lerakása lesz a fókusz, hanem hogy az épületeket átalakítsuk gyorsan, amennyit csak lehet ebből, a cottage-ből. Energy 6. Ja igen, az innen jön. Tehát, hogy ezeket átalakítsuk minél gyorsabban. Nagyobb épületekké, minél több adó jöjjön be azon keresztül. Jöhetnek még egységek, az sosem baj, hogyha van. Az inből mindent kivettünk. Közben minden oldalról látod, elkezdenek támadni. Szórakoznak a kis szarházik. Ide még nem raktunk le mindent. Minden oldalról megpróbálnak bejönni. Ilyen szerencsé, hogy a déli oldal tökéletes védelmet kapott. Ez is megvan, ide még nem lett letéve. Egyre több lesz a goldunk. Látszik az is, hogy mekkora részeket fednek le ezek. Menjen az a kavicsos átalakítás, sőt, akkor használjuk el az aranyunkat, vegyünk annyi stone-t, amennyit nem sajnálunk, hiába 44-esével szedjük, ami sok amúgy. Nem lesz az elég. 180 gold, egy nagy ház. Hol mondod, hogy támadnak, dehogyis. 68 Stonehouse, akkor 13-at meg is csináltunk rögtön. Warning for duty. They are attacking the colony defenses.
Ezek a bányák is tök jók voltak. Az nem baj, ha átfejlődik egy-kettő unitunk magasabb szintekre. 32 faljavítás. 15, még itt is kell javítani. Miután megvagyunk a lakóházakkal, utána a falakra kell fókuszálni. Lehetett látni, hogy a horda, a harmadik horda is képes volt arra, hogy beaprítson itt egy-kettő falat. 720 az adó. Mitől ment le ilyen? Ja, azért, mert gondolom átrakítás alatt nem volt benne lakosság, amíg felpakoltuk, aha. És akkor, amikor megérkezett a... Nem tudom. Mi a szar miatt volt ennyire levéve? Mi viszi el? Lehet, hogy a powerplantet, hogyha lerakod, az ekkora... Minusz 10 fa. Aha, a karbantartási költsége 40 arany ennek. Jó, nem kell, hogy nagyobb legyen a kolóniánk egyelőre. Szerintem meg vagyunk ezzel. Egy dolognak kell lennie, hogy minél több legyen a kavicson keresztüli fejlesztésekből. Hát hadd szóljon, figyelj, nyomatjuk neki, aztán majd lesz valahogy. Még van 54 darab épületünk, amiben még többen beférnek majd a lakosságból, még több adót behozva ezzel, és akkor úgy meg nagyon gyorsan a végére tudunk érni, vásároljuk csak a kavicsot, nem is kell nekünk termelni, és így ezzel teljesítjük azt is, ami kell, a 2000-es lakosság. Már a felénél vagyunk egyébként a 41. napon, és azt hiszem 70 nap alatt kell megcsinálni, de most amilyen ütemben elkezdtem felfejleszteni a házikókat, szerintem ebből gond nem lehet. Nézzük most hányan leszünk, 1028 van lakosból, és 1148, az igen. Az durvi, 1700 a gold, az rengeteg sok. Jézusom, rengeteg aranyat hoznak ezek össze. 1700-asával jön a gold. Valamennyi a unitoknak is kell egyébként, a katonaság is valamennyit kivesz, ugye? De azért ez sok. Szépen jön a fa is, ennyire még soha nem volt ez szép. Lehet, hogy megcsináljuk akkor a... Hogyha ezzel képesek vagyunk a 4-es 200%, tehát 4-es difficulty 200%-nak a megtartását, akkor utána a végén fogjuk inkább megépíteni a foundryt, meg az azon keresztüli épületeket, és akkor lehet, hogy el kell kezdeni majd a leszedni a farmokat, és átalakítani őket advanced farmá, ilyen fejlettebb formává, ami meg tökre jól tudja megduplázni az élelmiszer mennyiséget, ami behoz. Még mindig van 40 házikó, ami nem alakult át sohasem. Szerintem vásárolunk követ, nem csinálunk ebből se ügyet sokat. 52, 56. Megint jön a vonat. Miért jön ennyire sürgősen? Érkező unitok. Az inben. Kettő soldier veterán és egy brutális sniper veterán. Egyébként kíváncsi vagyok arra is. 2000 most már a pénz, amit hoz. Az igen kemény. Tehát, hogyha jön az adó, akkor megvehetjük az összes unitot. Gyönyörű. Ez egy szép nap amúgy a halálra, mondta közben a snipper Jóska. Ennyire a hangerő, hát hallgassuk ezeket a szép épületeket. Hát igaz, ilyen kúsban van a játék. Mindenki erre várt már. Mikor fog ordítani a DR Billions? Hol vannak egyébként? Ezek nem lettek még átalakítva? Lehet olyat csinálni, hogy tenteket pakolunk még ide is egy keveset így a izé mellé. Hiányzik, nincs élelmiszer elegendő. Itt amúgy szép területek volnának elérhetők. Nem ilyen erdján csinálnám a játékot, hanem szépen odafigyelve pakolgatnék mindent lefele. Ez is jó szar, hogy ide pont nem fog elférni, pont emiatt az egy épület miatt, ami ott van. Hát nem amúgy. Tévedés, nem amiatt nem fér el. Nem, ez szarul van lerakva azért. Jó van. Hát próbáltuk a lehető legtöbbet kihozni, ez ott a végeredmény. 2048, 60-as lokáció. Ja, de 1200-an vannak, és még mindig nincsenek elegen, és nekem ide kell majd... Ja, de máshonnan, meg honnan szerezzek élelmiszert, hanem onnan. Esetleg innen kintről az 54-es lokáció, 56-os. Most elfért a zseton is, nem baj, ez legalább ez a kettő, amit leraktunk hozzá élelmiszert nekünk. Foundry kell, szeretném látni, hogy milyen épület az.
bank, megvan Foundry, nincs 3000 gold, egy ilyen épület, elvesz mindenünket, de nem baj. A legnagyobb részével a dolgoknak megvagyunk amúgy is. 2000-esével jön az arany. Akár mekkora sereged is legyen a 2000, az nagyon nagy pénz. Hogy ugrál a fa egyébként, azt furcsa látni. Foundry épület. Eddig itt voltak a fejlesztéseink, szerintem ide fog valahová bejönni. Vagy ki. Ez itt jó helyen van. Ez az első alkalom a végigjátszásunkban, amikor egy ilyen épületet leteszek valahová. És hogyha ide raknék még egy warehouse-t, akkor még jobban tudnám kihasználni. Ajjajjaj! Megindulnak a gézák azért a falak mentén. Na várjál csak! Akkor viszont jobban járnék, hogyha itt is egy-egy ilyet lehelyeznék. Hogy akkor legalább itt is legyen értelmes védelmünk, itt akkor tehát még nincs. Ide még egy utolsót be kell helyezni. Megindultak minden irányból most. Ha nem szarra a gurítók. És akkor ezt hova fogom lehelyezni, az így? Hogy elférjünk, mert ez egy ekkorát fog le... Aha, látom. Jó, és a kaput fogják? Á, igen, két oldalról is. Jó az. Van még 63 kavicsom, itt már minden meg van csinálva, itt egy külső falat még be kell húzni. Hát ez lehet, hogy hármas amúgy. Nem, szerintem ezt is meg tudom fogni kettővel, ha jól csinálom. Ja, szerintem meg kell tudnom ezt így oldani. Aha, ez szerintem így jó. Ja, oké, ez megvan, ez is megvan, ez is megvan, itt fent meg vagyunk. Bár szívesen látnék itt még egyet esetleg. Itt felül még nincsenek tornyaink, a bal oldalon nagyjából megvan minden kivéve egyet-kettőt. Az energiát nagyon szívják ezek lefelé, úgyhogy még több power plantre van szükség sajna. De összességében így nagyon jók voltunk eddig. Hozzunk 3 egységet kifele ebből. Szerintem ezt én már nem hiszem, hogy innen el lehet veszíteni, hogyha ilyen szépen haladtunk eddig. Spawn more overlords, ja. Shock tower. Kezdjük akkor az alulról felfelé haladásunkat, ide rakva. Ez amúgy lehet, hogy egy helyen is meg tudja tartani. De hogyha kettőt rakhatsz, nem érdeknál le egyet, nem? Ez hülye gondolat, és inkább spórolni kellene? Nézzük csak! Advanced quarry, advanced farm. Ez micsoda? Duplát szed, az advanced quarry. Advanced farm. Nagyon szép ez, jaj, de gyönyörű. Fejlettebb mill engineering center, amiből kijön a Thanatos, meg a titán, meg a mutáns. Asztarolt mindenét, micsoda fejlesztett épületek. Soha nem láttunk még ilyet. Shock tower 2-es. Szép közel a falhoz. Mi kell most ennek? Energia sok. Hát elhasználtunk mindent. Minden power plantot. Mi kell ennek? Wood meg stone, a gold az megvan. A gold az nagyon megvan. Hát iszonyatos mennyiségben áll rendelkezésre. Csak annyi fát megesznek ezek. Ugyan... Mi történik közben? Ja, semmi, csak nagyon lassan mászkálnak a cammogók, jó? Jaj, de hogy próbálnak, mi hülyéskedsz? Fogva vannak. Mindenhol. Mert néhány javítás itt a falakra esetleg. Jobb oldal is elkészült? Jobb oldal 1, 2, 3, 4, 5, igen. Jobb oldal is megvan, még egy power plant lemehet. Látszik, hogy kell. Az épületek is hatalmas energiaigényel bírnak. Sok zsetonból veszünk követ. A következő fejlesztésünk a fejlettebb quarry. Le kéne bontani néhány farmot és a helyükre fejlettebb verziót visszatenni. Most már látom, hogy mi a lényeg ennek a végső missziókon, hogy vissza kell bontanod az épületeket, és volt olyan fejlesztés a researchben, a fán, ami azt csinálta, hogy több pénzed marad meg, miután visszabontod az épületet. Nem tudtam, hogy mire való, mert hogy én nem bontogatok semmit, hát most már látom, fogok én bontogatni bőséggel. Ez nagyon szarít. Talán ezt úgy lenne érdemes, hogyha innen meg innen fognánk, ugye? Mert ez idáig fogja, ott meg, hát... Ez jó fostos, nem mondom. Ez az egy, ez lefogja azt az irányt. Ide lehet, hogy sereget kell majd állítanom, mert nem lesz meg máshol.
Ezt kettővel kellene megtartani, pont ott, ahol elfut a kedves hölgy. Nem upgrade-eli simán. Micsodát? Ja, nem. Az durvi volna. Ja, de, úgy igen, hogyha rányomod, de, az abban igazad van, persze. Milyen érdekes, hogy eddig még egyetlen egy quarry-t sem raktam rá. A vasra, beszarás. Soha nem jutott eszembe, hogy ebből hiány lehet. 14-es, 8-as, 8-as, 4-es. Hát ez ennyi, szerintem ezt így lehetett max. De várjál, mert még a fából hiány van. Goldunk az van, fejlesztések közben zajlanak. Én nem tudom, hogy mire való ez a mukámtával. Nem, ez csak annyi, hogy lerakod, és akkor nagyon messzire elnéz. Aha. Ebből 7 jön. Advanced Quarry fejlesztés zajlik, befejeződik. Ha lenne 20 vasam, akkor már nem lenne. Végig nem kellett vas, látod? Tehát, hogy annyira sokat hoz a vonat automatikusan, amiből hiába gyártottuk az egységeket, mindentől függetlenül meglettünk vele. Benz mill nem kell. Keveset hoz, az a 60 az nem, az semmi. Engineering Center jön ki. Néhány katona jön ki. És 116 kavicsom van. Berakunk még egy shock towert is. Ide. Akkor itt már az északi oldal is megkezdte a befejezését a shock tower fejlesztéseknek. Nem tudjuk, hogy honnan fog támadni 3 napon belül ezen, ami bárhonnan is jöjjön, nagyon csúnya meglepetésben lesz része. Amikor meglátja, hogy itt milyen védelmet építettünk ki a fogadtatásukra. Szerintem ez kívülről lesz 3-as, nem belülről. Csináljuk meg. Mit csinálsz? De rossz. Hát ez elég ergya. Nem engedi a 3-as falat, hogyha ilyen elrendezésben pakolod a falat le. Nem baj, le van szarva, jó ez így. Örüljünk annak, hogy egyáltalán valamit le lehet ide tenni. Ide, meg ide. Utolsó shock tower-ök. 84, az energy-ből van 509, rengeteget hoztunk abból létre. A fa termelése 174-ről 84-re esett. Az energia miatt, ugye ebből nagyon sokat hozunk létre most. Ide meg ide. És ezzel elkészültünk. Szerintem most már meg kell, hogy tudjam fogni, akármivel jöjjön elénk. Most már biztos vagyok benne, hogy nagy-nagy királyságban lesz része az ellenünk törő élőhold seregnek. Innentől mehet a még több adó és az átalakítása az eddigi lerakott farmoknak, quarryknak. Na, én azt gondolom, hogy megvagyunk. Tehát most már csak azt kell megcsinálni, hogy minél több épület menjen át fejlettebb verzióba, 2000-es populáció, hordák visszaverése. Ez egy jó misszió volt, egyébként tetszett. Könnyebb volt sokkal, mint az előző is ráadásul. Mármint a hősös küldetések, ott azért volt szívás. Fű. 1332-en vagyunk, 1008. Oj, megérkezik egy Lucifer egység. Most az a Lucifer egység, az szerintem ide fog jönni. És itt megáll. Aztán reménykedünk benne, hogy nem gyújtja fel. Nem gyújtja fel nekünk ott a izét. Falakat. Vagy mi? Hát ezeket a külső falakat. Mivel van egy ilyen egységem, ezért az olaj mennyiség elkezdett egy -1-jel csökkenni. Érdekes módon még itt is lehetne. Ilyet még soha nem csináltunk, hogy olajtermelés. Olajplatform, advanced farm. De menő ez. Olajplatform az ide épülhetne? Ez hova kell, hogy lemenjen? Ez itt az olaj. Hogy így konkrétan rá. Aha! De jó, ilyet még soha nem láttunk. És ez egy teljesen más, ez egy olajfúró torony. Soha nem láttunk még ilyet, sőt ide is lehet tenni. Igazából felesleges, 1200 aranyba kerül. Felesleges, mert nincs, aki kihasznál. Hát de lesz. Gondoljuk ezt át. Persze, nézd csak, a titán egység. Ez kell egy engineering center. Wow, lehet, hogy ez hol van? Kifejlesztettem már? Ki kellett, hogy fejlesztem, csak nem tudjuk, hogy miből jön.
Resourcesből biztos, hogy nem. Defensebe biztos, hogy nem. Energyben biztos, hogy nincs. Hallod, nem találom. Nem baj, akkor csináljunk olyat, hogy átalakítjuk az advanced farmokat szépen egyiket a másik után. A barakból jön ki. Biztos, hogy nem. Ja, itt igen, itt a katonasságnál van, a military upgrade-nél, de nem a barakból, mint ebből a centerből, de igen, igen, igazad van, köszönöm. 3000 gold, és akkor utána tudok venni olyan unitot, amit még nem is láttunk eddig a játékban. És ez egy tökéletes misszió arra, hogy megvizsgálhassuk ezeket közelebbről is. 1440-en vagyunk, kell majd még néhány épület. 2100. Mindjárt megjön az adó, és akkor az Engineering Center-t berakom én valahová. Talán ide fentre. Nem szoktuk még átalakítani. Ennyi? Ez nem egy nagy épület, azt hittem, hogy kisebb. És hogy hát na, hogy nagyobb egyel. Hogy mekkora bengve ez a foundry is, meg minden. Így már nincs is kedvem még több unitot kiképezni. Felesleges. Az nem baj, hogyha ezek itt védekeznek esetleg, amíg a sok távolok ugye itt szívnak. Mert hogy itt nem lett annyira jó a védelem. Mennyire nem? Egyébként nem vészes, hogyha úgy játszik az ember, hogy... Mondjuk itt átalakítjuk a falakat. Így mi? Aha, legalább a külső meglegyen. Jó, mi kell még? A sok távorokkel meg vagyunk, ugye? Azt mondtam. Akkor a maradék követ használjuk itt még a 28 épület upgrade-re. Amúgy lehet, hogy meg is leszünk. És 6000-be kerül egy Thanatos. Úristen, nyugatról jönnek. Meg kell, hogy öljek valamit, mondta a snipper. Szerintem ezek is jöhetnek szépen, így. Te is gyere, te sem kell lesz ide. Mindenki jöjjön szépen ide át. Akik unitok vannak. Aha, azért össze-vissza jönnek, látszódik. Érdekes. Miért jönnek keletről, hogyha Westen szól a riasztás? Még jó, hogy a sok támorok ott vannak és működnek. Hát a javítás. Így, és akik innen jönnek, azok benyelik azonnal. Gyönyörű, gyönyörű. Jó, a unitjaink, akik itt vannak, azok kiegészülnek még egy-kettő csapattal. Nagyon szép, ez tetszetős. Ezek akár ide is állhatnának. Nem, délről jönnek, bocsánat, délről. Akkor viszont lefele tartunk mi is. Jézusom. Hát akkor ezt már most. Most kell, hogy upgrade-eljük. Nem tudtuk, hogy honnan fognak jönni, hát most kiderült, hogy honnan. Önmagában a shock tower is szerintem képes lenne arra, hogy megvédje az épületeinket, de azért egészítsük ki a katonáinkkal, sosem baj az. Gyönyörű. Látszik, hogy itt délebbre van probléma, de tök mindegy, mert ez az egy darab torony képes akkora védelmet nyújtani nekünk, hogy nem kell összefosni magunkat. Ilyet a zombi horda, ugye? Jaja. Bármivel próbálkozik átjönni, nem tud. Egyetlen egy falat támad ugye nagyon sűrűn, amihez hozzáér. De hát a seregeink olyan tűzben részesítik az enemit, amit nem is értünk, hogy hogyan, mert itt egy falál előttük, ami magasabb náluk is. Tehát, hogy hogyan lőnek át oda, senki nem érti, de megtörténik. Szerintem a vége ennek az lesz, hogy minden irányból érkezni fognak. 4800 zsetonom van, ne felejtsük el. Nézzük ezt az Engineering Center-t, amiből lucifereket lehet kitrénelni. Ezek szerint nem a Military-ből vagy Soldier Center-ből jön az ki. Egy Thanatos-t vehetnék? Erőteljes rakétavetője van, miért ne vennék? Ja, és ezt a Foundry-ban építik össze? Megőrülsz! Hát itt nem is kell figyelni, hogy mit csinálnak, mert ez ennyi. Hm.
be sem tudták törni a falat. Gyönyörű, gyönyörű. Nos, csináljunk még egy warehouse-t, hogy legyen miben raktározni a pénzt. Hogyha 6000-es unitokat kell létrehoznom, akkor ennek van értelme. Ez annyira zavar, hogy el nem tudom mondani, hogy nem tudok ide rakni egy épületet, ami feltápolná a környék épületeinek hozamát. Förtelmes. Ez mennyit hoz? Amúgy ez egész szépen lefed egy-kettő épületet nekünk. Hát akkor csak tegyük le valahova, amúgy sincs. A quarryk mellé, tényleg? Ez milyen jó ötlet, kösz, hogy mondtátok. Ide, és akkor ezeket szépen megerősíti, látod, a hozamuk van. De már megint pont ott van egy épület, ahol nem akarom, hogy legyen, látod? Aj, de szar ez. Na, mondjuk így is jó lehet, hogy akár legyen benne akkor fém is. Ja, talán így ide. És akkor most elméletileg tudunk majd fejlettebb dolgokat csinálni. A kavics forja az kell, hogy fejlődjön. Jó, sokba kerül egyébként, de ilyen 900 goldos fejlesztések ezek. 1500-an vagyunk a településen. És 2000-en kell, hogy legyünk. A 60. napon jön a következő horda. Addig már meg se kell állítanom az időt szerintem. Hamvasztó a sereg neve, igen. Tét nélkül, csak itt nálunk a... De egyébként ez nem annyira tét nélküli, mert 200% a nehézség plusz. Még mindig nem tudjuk, hogy a végén mivel kell majd szembesülni. Lehet, hogy egy akkora horda jön, hogy megőrülsz. Tök elképzelhető, hogy ami jönni fog, azzal nem fogunk tudni szembeszállni. 20 olaj kell egy Advanced Quarryhoz. Még jó, hogy raktunk le ilyen platformokat, nem? Hát egyet, igen. Ennek meg 1200 dollár az ára valamiért. Most már látszik, hogy mire kell akkor a... az olajfarm az Upgraded Quarryhoz is. Tehát már ott tartunk a játékban, hogy sajnos ezek működéséhez szükség van ezekre. Azt nézem, hogy nem engedi, hogy lerakjam. Mi kell hozzá? Ja, semmi. Jó, megvagyunk. Műszerben nem lehet hiány. Ja. Ezt az olajplatformot furcsa mód nem lehet fejleszteni. Egyébként ebből még van néhány. Ha szeretnél ilyeneket, hogy ide lerakod, miért nem engedi meg? Ja, mert olajplatform kell rá, nem quarry. Annyira csicska vagyok. Miért nem szóltok? 3-at adott a játék ehhez. Több lokációt nem látunk. És hogyha lenne 6000 aranyam, és megcsináltunk még egy warehouse, ugye? Varaktam a másikat? Elkészült? Igen. Most ez nem növelte meg az aranytartalékot? Erre kíváncsi vagyok, hogy meg lesz-e. Mit ír? Mennyi a max arany? 6008, akkor mégiscsak meg lehet. És 1684-el csináljuk, és akkor... Az a unit, aki kijött innen, ez a Lucifer helyett... Nem Lucifert csináltam. Hol van? Nem csináltunk egy izét? Egy... Nem látom, eskü. Nem beállítottam, hogy jöjjön ki egy Thanatos. Train Thanatos. Hogy ez csak kifejlesztette, hogy lehessen. A titánhoz 6000 gold kell. Researching titán, oké, értem. És utána 600 a Thanatos unit. Hát mindjárt másabb, mint hogy 6000-be kerül egy egység. Így már látom, hogy miről szól ez, jó. Kifejlesztette, igen. Nem tudtam, ez az első alkalom, hogy találkozom ezzel. Egy Thanatosunk lehetne már is, 900 goldos. Így, nem szükségesek, mert csak a pénzt viszik ezek a zsoldosok, de le van szarva, úgyis annyi pénzünk van. Most már talán meg is tudjuk csinálni a missziót, ha minden jól megy. Ott megy a papa. Ott megy, oda néz. Egy hatalmas rakéta vető van a hátán, egy vadállat. Közben fejlesztjük az épületeket is, minél több legyen a lakosság. Kavicsunk az van, pénz az kell. És a pénzhozam növekszik meg majd ezáltal. Lehetne ide is még letenni néhányat a... Ja, hogy elfogyott mind az energia, mind a izé? Júj. Hogy lehet, hogy ennyi power? Akkor lehet, hogy mégis meg kéne csinálnunk a kifejlesztését az Advanced Millnek, mert abból legalább nem veszünk le még több fát. Tehát, hogy nem van a hülyeség. Próbáljuk ki, hogyha 60 energiát hoz, csak be kell itt hálózni, egyet-egyet le kell rakni, az kész. Közben nem volna butaság, hogyha
424 fát, hát 1200. Ja, hát ez 1200, ez drága. Falfejlesztésről beszélek közben, azt nézem, hogy mennyibe kerül. Iszonyatos mennyiség. És mindjárt jön a vonat. Be is állt közben, hozott nekünk 10 kavicsot. Titán spam, azt mondod? 2000-be kerül egy titán, menjen. És ide szeretnénk kérni, hogy kijöjjön. Még nem láttunk ilyet. Ez az első alkalom, hogy titán unitunk van. Azért ez elég komoly. Megérte rámenni azokra a fejlesztésekre, amikre rámentünk. Látszik, hogy a Advanced Quarry, Advanced Farm, ugye ez 104 kaját hoz, ez 134-et, 116-ot, ez rengeteg. Meg itt is, hogy 11 kavicsot hoznak ezek, 16-ot, érted? Ez nagyon-nagyon sok. Ráadásul ugye a warehouse, amit beraktunk mellé, az csak még jobban tovább tolja. Lehetne még egy? Lehetne éppen. Ja, de milyen unit ez? Oda nézd, the mighty titan is here, mondja. Wow. Azt mondja, hogy add ki neki parancsba, hogy küldözze az infektideket és élvezd a műsort. Hát jó lett volna, hogyha most ide felfelé mehettünk volna elkapni néhányat, de sajnos itt a sok táborok lesznek azok, amik elintézik. Annyira lassan mozog itt kívül. Ezeket meg minden intézik a shocking towerok, ugye? Megint tele vagyunk pénzzel, úgyhogy mehetnek a fejlesztések szépen. Gyönyörűen, tele vagyunk kavicssal is. 87-esével szerezzük a kavicsot. Soha ilyen magasságban nem szállt még el a kavics hozam a játszásban. Innen már érdemesebb volna eleve kőházakat építeni. Megvan az Advanced Mill? Megvan, akkor mehetne. Mennyibe kerül? 800 gold per darabja. Hát nem éppen a legolcsóbb amúgy. Fejlettebb mill. Egy cserébe, hogyha 60-asával hozza az energiát és környezetkímélő módon teszi ezt. Akkor miért ne? A lumber milleket is meg lehetne tápolni egy warehouse-al a közelükben. De szerintem amit ide tettem, az nem hat ki rá. Hát egy-kettő van, amire hatással van. Sajna nem azokra koncentráltunk. Mindegy, mert fából amúgy sem kell annyira sok, tehát egy idő után már ugye feleslegessé válik. Ha megnézed, ez nagyon szépen az északi oldalt befejezi. Ezt a belső vonalat szerintem le is bonthatjuk kb. És akkor kimehetünk néhány. Á, mindegy, amúgy teljesen, hogy ott van-e vagy nincs. Meglévő milleken van upgrade? Igen. Az is van. Ugyanúgy, ahogy a quarry meg a... meg a másikon, de három darab miért csináltunk az elején, többet nem. Úgyhogy azért az soknak nem számít, és mivel ők már termelnek 30-at, ezért ez csak 90 energia lett 1500 goldért. Itt kicsit többet szedünk ebből. Mehet az upgrade ezekre a szép farmokra is nyugodtan. Hiába nagyobb az energia igény. 900 gold, 1470, 9680 vagyunk 55. napon, 72 nap alatt kell befejezni. Szerintem jók vagyunk. Most gyártottunk egy másodikat ebből? Aha, ketten vannak. Meg kéne nézni, hogy mit csinálnak, én nagyon kíváncsi vagyok. Hello! Mondta az úriember, aki vezeti, és tényleg ilyen kis nyakkendőben van. Nagyon tetszik amúgy. A woodgate-ek úgy látom, hogy mindenhol fel lettek fejlesztve. Tök jó arcok. És akkor az egyik keze egy cirkuláris blade, a másik meg micsoda? Nem, ez úgy néz ki, hogy ez valahogy máshogy működik. És kalapban, cilinderben nyomják, őrületes kitaláció. Imádom ezt a gémet. Zseniális kitalációk mennek benne. Szépen fejlődik a nyugati oldal is. Itt a kettő réteg fal megmarad. Itt egy kicsit gyenge pontnak érzem ezt a részt, de... majd meglátjuk. Ez ennyi, igen, ott is. Hát azért még van jócskán. Jócskán van még fal, amit be kell fejeznünk. 56. napon állunk, seregünk az van, baj az nincs, mert a fejlesztés is, sőt vásároltunk kavicsot is magunknak, bár a 87-es hozam mellett nem annyira érdemes az aranyat talán pazarolni. Jöjjön ki még egy ebből. Ilyennek az ára amúgy? Fenntartási költsége? Csak annyi, hogy olaj, kettő. Ez teljesen jó, hogyha csak olajat kér titán, hogy működhessen.
még van 10 ház, még van 2. Ott is van már csak 1. 3 követ, hogyha kiszedünk még, akkor mindegyik házunk Stonehouse-zá fejlődött, és akkor most látszik, hogy van-e elegendő lakosság az 1200-hoz, vagy nincs. Amúgy nem lett olyan túl nagy a város maga. Annyi, hogy fel vannak szépen húzva. Azt hiszem, hogy elvesztettük az utolsót. Vagy magától megcsinálta, nem tudom. Várjál? Nem, ez ennyi. Ez volt az utolsó pont, rákattintottam, amit balra megtaláltam. Jó, és mivel ebből még nem leszünk meg maxosban, néhány Stonehouse-t ide lehelyezünk még. Nagyon jó. Ez nagy növelés, mert ugye darabja... Darabja 16 kolonistát hoz nekünk. Ez kapásból 90-nel dobta meg most azt, ami eddig volt. Stonehouse mehet még ide is. Sok pénzbe kerül, hogyha így nézed. 300 gold darabja és a tent az 30, tehát azért sokkal többbe kerül egy-egy ilyen épület lehelyezés. Ha azok megépülnének még... Ja, de hogy ez ilyen lassan is jön? Ó. Aha, hát ez nem érkezik meg egy nap alatt. Miért nem tudok lerakni? Azért, mert nincs elég kajánk. Mindjárt lesz. Szép átalakításokkal. Hoppá, új mercenárik jönnek. Thanatos is jön. Mindenki kijön onnan. Nagyon szép. Miért ide helyezem az egység? Azért, mert itt volt. Itt mondtam, hogy azért talán van egy gyenge pont, ugye? Három darab brutális. Brutális. Soha nem látott unit, amit nagyon szeretnék akcióban is látni. Kíváncsi vagyok, hogy a torony mögött mit tud majd csinálni. Szerintem amúgy éjszakról jön a mostani támadás, mert az előzőek azt hiszem, hogy a déli irányból érkeztek felénk. Nézzük itt a falak fel upgrade-elését, mert itt volt egy kis hiány benne. Erre költjük az összes kavicsunkat. Ráadásul a stone gate-ek sem lettek itt felfejlesztve. Ez egy nagy erős gyenge pont. Még van 2, de ezeket kb. Le is bonthatnám, ez minek van, ugye? Még ide is rámentünk a falakkal, nagyon jó döntés volt. Felrakhatnánk a seregeket a falak mentén, tornyokra, hogyha nagyon szeretnénk úgy lövöldözni. Van lehetőség erre is. Most hozza meg azt a 90 lakost, vagy nem is 90, mert ez 8, 9, 9-szer 16, ez sok. 1850-ben biztos rámegyünk, 1880 lett a végén nagyon szép. Hát még egy ilyen kis különítmény kellene. Újra 2000-esével jön a gold, ez azt jelenti, hogy minden alkalom, amikor adóznak, egy darab titánt kikérhetek innen, azért az elég HC. Wow, azért tényleg eldurvul. Hát itt nyugodt szívvel rámehetünk volna egy kis nehezebb nehézségi szintre is. Bár akkor lehet, hogy az elején nem tudtuk volna a kitingolásnál ott megfogni őket, mert ott azért az igen veszélyesnek tűnt az a italáció a gép részéről. Itt még egy kis extrát rá kell húzni, ez látszik, hogy nincs még teljesen megcsinálva. Amúgy szórakoztatásból, önmagunk szórakoztatásából egy-kettő falat ide is le lehet tenni, ugye? Rágják ki azokat először. Is van annyi fám, amennyit nem szégyellek, és még jön is mellé. Jaj, de hogy is, miért mondod Mighty Titan? Gyönyörűen beköti amúgy. Jaj, de... Innen le is vettek? Egy kevés falat, nem tudom. Mindegy, minél több falat csinálsz, annál... Többe kerül... Azok összehozása. Mármint felupgrade-elése. Stone houses, 1, 2, elfogyott a fa, 84-esével jön pedig. 15 energia, 10 kaja, megint kevés van. Megcsináltuk a milleket, a kaja upgrade az mindenképp mennie kell, hogy feltápolódjon. Az U betű megnyomása energia igényben igényel bír, szerintem ezek még kevesebb legyen a fa, legyen mit bánom, én 2-t lerakunk oda. Jönnek közben a titánok kifelé 2 darab. De jó lenne látni, hogy mit csinálnak ezek. Biztos, hogy totál izé szartápok. Hát, hogyha belegondolsz... Érdekes módon mondjuk az armor, a soldier unit van több. Onnan jön? Minden irányból?
What can I do for you, sir? Menjen ide. Akkor hozzuk őket ilyen random pozíciókba inkább. Vagy nem tudjuk, hogy hol lesz szükség a nagyobb védelemre. Reménykedjünk a legjobbakban, aztán majd lesz valahogy. Egy darab idejön, egy darab idejön. Egész, te beállsz oda. Hárman melléd állnak. Ha minden irányból jönnek, akkor fel kell készülnünk minden irányból a védekezésre. Egy jön ide. Ha kijön egy onnan, akkor ide jöjjön, kérem, még egy jön abból. Ne felejtsük el a fal upgrade-eket. Persze. A déli irány falainak upgrade-elését. 129, 73. Most hova fejlesztett? Ja, ide jobbra. Meg ide végig. Jó, nem baj, nem baj. Lényeg, hogy valami történjen, itt nincs unitunk. Hiha, 15 óránk van arra, hogy szembe szálljunk a kis ocsmányokkal. Szerintem szétosztjuk ezt a sereget is itt szépen. Fogalmunk nincs, hogy... Mighty Titan, na gyere, gyere! Nem tudjuk, hogy hová kell ezeket lehelyezni, de így... Aha, akkor most ez a fal is elkészül. Itt van egy kicsit a jobb oldalon, még hiány. Néhány unit jöjjön ide. A másik fel a unitoknak jöjjön ide. Ezek az egységeink menjenek ebbe az irányba. Mindenhová osztunk egy keveset. Na gyere ide középre. Annyira király ez a zene. Annyira baljós, nem? Annyira érzed, hogy valami történni fog. Ugye a majmok megindulnak. 2000 gold. Jó, most az upgrade-re fog elmenni, a maradék fal upgrade-re. Így is van, és akkor elméletileg most bárhonnan jöhetnek. Ha minden jól megy, könnyedén megfogom őket majd. Ha nem, akkor így jártunk, és akkor köszönjük szépen viszontlátásra. Most ide érkezzen a következő Mighty Titan. 2 óra 27 perc, szépen haladunk. Fogalmunk nincs, hogy hova kellett volna még egység. Egy-kettő sniper juntot oda is be lehetne küldeni. Mindenhonnan jönni fognak. Ne legyenek itt tévképzeteink ezt illetően. Ó, Bengá is! Csábik jönnek előre. A nem jóját. Még amit tudunk upgrade-elni, azt tegyük meg. Wow! A Csábik nagyon kevésbé sebződnek. Jól lát? Jézusom. Előszamul? Aha, ez gyönyörűen tüzel. Ez nagyon szépen tüzel. Egy gond van, hogy... Wow! Nem tudjuk, hogy mit tévők legyünk. Jó Isten! Itt össze is gyűltek a srácok. Pedig kapják, de... Jézusom! Hát ez igen kemény. Maradtak még? Sabik maradtak, igen. Ott délen is maradtak. Vagy szarva vagyon rája. El kell intézni őket. Azok kimennek, akkor utána kicsik már nem jönnek be. Talán meg vagyunk. Lehet, hogy be fognak tudni törni valahol. Most nagyon aggódom, nem mondom. Nem, a villámtorony az nem segít jelenleg. Gyertek ide lentre, Plash, itt tartsátok a szitut. Na, az nem segít, a bengákra nem készültünk, hogy ennyire ellenállók az elektromossággal szemben. 133 helyen kell a Reaper, nézzük meg. Ez a kis Géza próbálja ezt valahogy fel visszatartani, itt nagy a baj. Itt tudunk ide átvonni esetleg még valami, egységünk kijött, ugye? Jött titánunk kifele. Nézd, hogy mint egy állat. Gyönyörű. Hát itt foglalkozunk kell majd azzal, hogy... Próbáljanak már meg ugyan nem bejönni. Itt a unitok jöjjenek át, kérem, ide. Annak néhány darabja jöjjön ide. Itt ezek a unitok. Jöjjön néhány ide. Ami ott marad, az... legyen szíves által jönni idefelé, mert hogy itt nincs semmi kb. Ami ezeket feltartaná. Talán, hogyha ügyesen helyezgetjük egységeinket, akkor nem kell beszarnunk nagyon. Itt van egy kis gáz. Igen, kicsi problémák azért vannak. A Thanatos unit mit csinál?
Jézusom! Ennek a kemény átalakulások itt a fejlettebb verziókban. Szerintem átküldjük a titánt ide. Ha már bejöttek a falon, akkor a Netjött Thanatos bontja amúgy a falat. Támadj, Géza! Azt hiszem itt is áttörtek. Júj! Hát ez bizony júj. Kiket tudunk átcsoportosítani? Ez biztos, hogy átmegy oda. Ezek ketten... Hát jó kérdés. Annyira soknak látszanak. Ezek innen talán felesleges, hogy el is mozduljanak, nem? Látszik, hogy melyik oldalon jönnek többen. Itt is például, hogy itt vannak még egy páran. Ezeket nem szabad innen elmozdítani. Talán itt egy keveset átküldünk még északi irányba ide. Ezek pedig, hogyha jól látom, akik itt mozdulnak, azok jönnek éppen fölfele ide való. Aha, igen, igen, ide jönnek védeni. Hova mentek a Titanek? Ez biztos, hogy át kell, hogy jön ide. Akkor az utolsó horda lesz a még keményebb. De még ezt is vissza kell tartani, tehát még nem vagyunk a végén sajnos. Jesus. Sehol nem törtek át látszólag. A Thanatos lő, akkor átüt belőle meg a monitor. Ja, minden bizonnyal igen. Jó, ez itt megvan fogva. Nagyjából ez is megvan. Unitok itt sincsenek. Itt is nagyon kevés van, de ami van, az segít. Ez így rendben van. Sőt, kissé overkill. Ezek fogva vannak, ott a sniperek nyomják. Ez is gyönyörűen tartva van. Itt van a gyenge pontunk, ez látszódik. A többi az nagyjából megvan. Tele vagyunk goldal, úgyhogy most használjuk el. 3 darab titán, vagy 2. Kell hozzá élelmiszer. Kezdjünk el upgrade-elni. Most, hogy van energiánk, legyen belőle inkább gyorsan élelmiszer. Miért nem nyomtok semmit? Gyerünk fel a tornyokba, hajrá! Titán az nagyon szépen megvédettük mindent, láttad ezt? Gyönyörű. Jó, de mennyien jönnek, hallod? Vagy ez a végső horda? Lehet, hogy ez a végső horda. Hát persze. Ez a végső horda kell, hogy legyen. Ilyen vagyok? Hát persze, hát azért jönnek ilyen mocskos sokan minden irányból, csak ömlenek ránk. Mert ez a végső, ez a befejező. Oké, hát akkor ennyi erővel lerakhatnék még egy kettő sok távolt is, mert milyen alapon. Itt, hogyha át akarnának nagyon jönni. Ide is lehet, ahol éppen nem jár senki, nem? Már nem látom, hogy nagyon jönnének, vagy nagyobb gondokban lennénk. Ahol fogni kell őket, ott vannak a unitok, és fogják őket. Még itt is. A bal oldal az annyira szépen megy, hogy nem is kell rá figyelnünk, ott még a falakbontása sem történt meg. Itt ide lenne jó, ha ráfognánk egy picit. Itt se volna szar. Hol éppen fordulgatnak jobbra-balra, Isten tudja, milyen okból fordultak amúgy meg. Mighty Titan is here. Nem, kis haver, ide gyere. Olyan kicsinek tűnök onnan fentről, mondja? Ez igen. Ez mindjárt megkönnyíti ez a torony nekünk itt a dolgunkat. Aki jön, az ide jöjjön most már. Holy shit, bejöttek balról. Pedig most mondtam, hogy itt nem kell figyelnünk azért annyira, ugye? Szaladjunk át ide azonnal. Jó, a két sniper unitot is megkérjük, hogy jöjjön lentre. Időközben. Jöjjön ki néhány soldier unit oda. Ide lentre. Aki itt van fent, az ott jó helyen van. Itt is át fognak törni, hogyha ez ilyen ütemben halad tovább. De várjál, vége van. Vége van. Nagyon jó. Hát ez már a vége. Még a quarry-t se tudták elintézni. Ennyi volt, elfogytak. Azt a mindenit, hát éppen hogy csak számoltuk ki a 200%-nak.
szükségességét, mennyit kell erre rányomni. Ezt most nem tudom, ezek miért nem működnek? Valami történt. Mi történt vajon? Kivettek valahonnan? Ja ezt! És az már nem látja el energiával többi épületet, amik itt vannak lent. Ez mondjuk egész érdekes így. Látod? Tehát, hogy elegendő egy ilyen pici botlás, hogy a gridnek egy kis része kiesik, és kapásból ellehetetlenülnek itt a dolgaink. Még jó, hogy itt vagyunk a unitokkal. Majdnem bevették ezt. Adtunk rá egy kis energy extrában, hogy ha most épült fel, hogy tehát hogy nem energy-t, bocsánat, hanem védelmet ezekre az épületekre extrát. 1964-en vagyunk a kolóniában, és ezt a gigantikus, kolosszális nagy hordát, ami minden irányból tört ránk, ezúton sikerült megfékezni. A maradék az pedig már szerintem nem lesz annyira vészes dolog. Lerakunk egy-kettő épületet, aztán kb. Vége is van ennek. Na, hát ez szerintem egészen szép misszió volt, nekem nagyon tetszett, tök jól éreztem magam. Élvezetes volt nagyon. Jó volt megnézni a titán egységeket, szerintem nagyon-nagyon metál arcok voltak. Itt ugye dupla fal van, ezért is könnyedén beverhették, ráadásul ez volt a fókuszpont meg ez. Tehát ahol a falban van kimaradás, ott látszik, hogy hová fókuszáltak a zombik inkább. Final wave van complete. Nem, már nincs több. Itt is volt egy fókuszpont, ez is látszik, hogy javításra szorul. Itt lentről jöttek, balról jöttek, jobbról jöttek. Balról jöttek, jobbra hozzása értek, balról jöttek. Elég csicska volt itt minden. Itt lent jöttek, fent nem is kellett, itt mind a két irányból. Azért komolyan, a shock towerök rengeteget széttéptek, de kellettek a unitok is mellé, és éppen hogy csak szerencsénk volt, hogy volt elég unitunk, nem? Hát ebből lehetett volna nagy baj is még akár. Viszont a titán az meg a gulyószórójával olyan szinteken írtotta az élőholtakat, hogy beszarás. Szerintem nagyon-nagyon szép volt, amit a titán unit művelt. Lehetett látni, hogy pergeti neki ezzel. Tiszta király volt. Szerintem mindjárt megvagyunk a misszióval, mert az All Swarms megvan, 76. napon megvagyunk, 2000 lakos ezekből az épületekből már biztos, hogy ki fog jönni. Ennyit erről. Elveszetes egy misszió volt, de bepecselős, nagyon oda kellett figyelni is, hogy mikor, hova szánjuk a nyersanyagainkat, hogy mikor éppen a védelmet, vagy mikor csináljuk éppen a védelmet, mikor a másféle grid fejlesztés, például energia, stb. Fejlesztésekkel foglalkozunk. Teljesen ott is van, 2100-an vagyunk, final score 800. Teljesen király volt, imádtam. Az ellenállás után megnyílik a The Broken Land nevű terület, a déli következő missziónk, északon pedig a The Wasteland of the Giants áll rendelkezésre. Tök jó volt, hogy ma is 4 missziót letudtunk a játékban, a Gamma Medical Centert, az Omicron laboratóriumot, a Steel Fortress-t és a... Ráadásul még szerintem ez volt a... Mi volt ennek a címe? Ez volt szerintem a Resistance, ugye? Aha, igen, ez volt az. És itt 800%-os, vagyis hogy 800 score-t értünk el, de csak pontokban. Azt nem tudom pontosan, hogy mit jelent, hogy ennyi a score-ot. Horda nem jön ellenünk, tele vagyunk victory pointokkal, meg empire pointokkal. Azért volt benne a játékban, hogyha be is fejezed és győzöl, a végén mindent megcsinálsz, utána újra játszhatod azokat a küldetéseket mocskos nagy nehézségen. Tehát például az utolsó bunker című level 1-es difficulty mission-t meg lehet csinálni úgy is, hogy az ember átvált... Ja, bocsánat, nem. Na, ez mondjuk pont a artifaktos. Hidden Valley, ez volt az első építős, ugye? Minden infektetet ki kellett pusztítani, minden hordának ellen kellett állni, 300-as populációt kellett felépíteni. Ez a 300-as populáció, az 15 darab kis házikóból kb. Megvan, ugye? Tehát, hogy mint a kőházból ennyire egyszerűen meg lehet ezt csinálni. Viszont lehetséges, hogy nem annyira lehetett itt még követ farmolni. Nem tudom, hogy gondoltak erre a fejlesztők, vagy sem. 800%-ra felveszed az apokalipszisre, és újra mész, és akkor minél magasabb pontszámokat próbálsz meg elérni. A 460 pontból, amit elértünk, most fejlesztési pontokra gondolok, lehetne olyat csinálni, hogy
structure recycling, hogy 30%-kal növeli a return costot, amikor elpusztítod azokat, és akkor még egy gold per kill az infektidekből. Hát amikor a horda jött, akkor nem csodálom, hogy annyi aranyat tudtunk összeszedni hirtelen, mert ezrével ömlöttek minden irányból, ugye. Így már érthető volt, hogy mitől lett hirtelen annyi aranyunk. Prestige faktor az inből 50%. Ezt annyira jól lenne tudni, hogy mit jelent az innek a prestige faktora. Sajnos ez nincs meg, hogy ez micsoda. Mit csináljunk fejlesztést? Amiket előzőleg kihúztunk fejlesztéseket, azokat vissza mondani már nem lehet. Tehát mivel ezt a missziót beteljesítettük, innentől kezdve minden, az most már úgy van, ahogy van. Soldier Attack Damage, Unit Armor, extrákkal, ez viszont rohadt jó. Shocking Tower energia igénye 30%-kal lecsökkenne, az még a Unit Armornál is fontosabb talán. Mondjuk a Unit Armor meg a hordák ellen nagyon király. Őket ismerős, amikor ezzel játszott 800-ségon kezdve legeléről, hát úgy ment neki. Úgy, ahogy ment is neki, nagyon ügyes lehet. Gratulálok. Minden két nap érkeznek a mercenary-k, tehát akkor nem is kell neked a Soldier Centerre hagyatkoznod a kiképzések között egy idő után már, mert a veterán unitok ugye alapból jönnek. Atlas Transmutator. Mindenféle materiát alakít olajjá. Hát de ahhoz azt gondolom akkor jó, hogyha egy ilyen titán sereget akarnál felépíteni. Amit lehet is. Idővel látszik. 50. napon már spawnoltuk a titánokat. Lézer? Nincs több kérdés. Melyik lézert mondod? Ez? Titán attack damage 25%? Nem rossz. Nem rossz, de a titánhoz el kell érned. És azért 6000 goldba került, 2 warehouse, meg minden, foundry is kellett hozzá. Tehát, hogy összességében szerintem egy jó 10000 gold, mire eljutsz addig, hogy a titán unitod lejöhessen. És utána még ugye 2000-be kerül per darab. Nem tudom, hogy ez mennyire éri meg. Új unit a mutáns. Ez nem jó? 5000 gold darabja. Az nem lehet. Tényleg annyi? És 60 olaj? De szerintem ez csak a kifejlesztése annyi, nem? Nem, itt van a titánnak, látod? 40 olaj, 40 iron, 2000 gold. Tehát akkor ezek szerint mégiscsak a költségét írja. Azért ez igen meredek akkor, hogy a mutáns unitnak a kiképzéseit jönne elő. Az 5% armor sem rossz, sokkal jobban bírnák a unitok itt a problémákat, de a Shocking Tower fejlesztés sem szar. Soldier Attack Damage az mindenféleképpen 20%-os növekedésben iszonyatosan nagyot mehetne. Hogyha itt rámegyünk a Shock Tower energia igényének csökkentésére, utána jöhetne be az Attack Range, a View Range, tehát távolabbra lennének képesek a plazma távolok nyomulni. Ez abban az esetben problémás, amikor láthatjuk, hogy a Chubbik jönnek, esetleg Chubby horda jön, a bengák, és azoknak hát nem nagyon volt hatással. A kis csirákat azonnal ketté verte, de a bengákat nem nagyon. Na ez tök király, a szoláris energia, hogy az épületek energiaigénye 20%-kal lecsökken, ez marhára jó. Ez annyira jó, hogy a soldiereket lehet, hogy vissza is veszük, és inkább azt mondjuk, hogy Shock Tower, meg energiaigény csökkentés. Hát ez rohadt jó. Utána is ez olyan, mint amikor a Sauron dobverőzött ott a sereg közepén. Mit csinált? Ja, hogy így lódította a karját, és akkor szétszálltak az elfek? Ugye amúgy nem is ért hozzájuk, csak annyit csinált, hogy lóbálta a karjait? És ez úgy működik? Egyébként az eléggé metál lenne, hogyha lenne olyanom is. 76%, 7%-nál járunk, 77%. Nem tudom, hogy hány mission-t jelent ez még, hogy hány van hátra, de az bizonyos, hogy az energiaigény 20%-kal történő csökkentése, az nagyon metál egy dolog. Az rohadt sokat segíthet nekünk, de én azt mondanám, hogy menjünk így, legyen meg a Soldier Attack Damage, az biztosan ott van mindig, és nagyon nagyot megy, főleg azok ellen a unitok ellen, amik már itt bejöhetnek, a hárpiák, meg a mit tudom én, ez teljesen jó, és akkor utána menjünk a következőben majd erre rá. Nagyon király, hogy itt vagyunk már a végénél ennek a fejlesztési fának. Most ez így az is lehet, hogy nem lepődnék meg, hogyha úgy lenne ez kitalálva, hogy esetleg, hogyha megcsinálsz minden missziót, akkor a legtöbb fejlesztés ki tud húzni. Nem a tündék repülnek, hanem a tünde beefstek. Ja, hogy csak ez pengékkel, és akkor itt darabokra repülnek szét. Értem. Jól hangzik, figyelj. Szerintem marha jó volt a mai epizód. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, én mindenképpen.
teljesen bele voltam merülve itt a játszásba, meg hogy sikeresen teljesítsem ezeket a küldetéseket. Nagyon-nagyon élveztem, nagyon király volt, de erre a hétre ennyi lett volna a DR Billions tartalom. Remélem, hogy az elmúlt 6 órában tetszett, amit itt csináltam nektek a 200%-okkal. Az Omikron laboratórium az annyira kemény volt ott a hárpiák Kélusszal szemben. Teljesen esélytelen volt a csávó. Viszont most már elérkeztünk vele is oda, hogy a plusz 70% attack damage meglegyen. Tehát most már one-shotolja mindenképpen a hárpiákat. Jócskán megnőtt a damage a plusz 70% által, mert még 30% rájön ugye az AOE damage-ből neki, és akkor ennek köszönhetően az olyan, mint hogyha 100%-kal növeltük volna meg. Szia, Session 91! Már éppen megyünk. Illetve nem, mert a 70% meg a 30% az nem úgy működik a matematikában, hogy összeadjuk a kettőt, hanem kiszámolod a 70%-os increase, aztán még arra tolsz egy 30-at. És ezt könnyen is ki lehet számolni, csak már nem emlékszem a formulára. Későn jöttél, igen, sajna, nagyon, mert már 6 és majdnem 7 órája itt vagyunk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem tartott a mai estén. Megnézzük a... Mi volt a címe, Iván, annak a filmnek, kérlek szépen? Árnyék vagy legény anya? Összes játékos kill, ami cím alatt van szám. Igen. Hogy mindenki játszik a játékkal, és most már ilyen több, nem tudom, 100 milliárdot elintéztek már a zombik közül. Ami egyébként egy elég metál dolog. Árnyék? Jó, rendben. Köszönöm szépen patronusainknak a támogatást, hogyha tetszenek ezek a tartalmak, és szeretitek nézni az ilyenfajta játékokat, meg a mindenféle kihívást, amiket szoktam csinálni, meg a sztori játékokat, meg a szolzokat, meg a mindent is, akkor fontoljátok meg a csatornánk támogatását. Lent van a vodok alatt mindenféle információ ehhez, vagy lent a panelek között. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki így tesz, mert nagyon sokat jelent, tényleg nagyon sokat számít, és hogyha a patronusok ma nem lennének a csatornánknak, akkor már régen nem ülnénk itt. Tehát akkor már januártól kezdve azt mondtam volna, hogy sorry, de ez nem megy tovább. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok nekik tényleg. Szilajkának, Barkatának, Old Murklovának, köszönöm Feketereteknek, Suzinak, John Zutinak, Puki Bubinak, Dorcsicnak, köszönöm Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacs B-nek, Bekkának, Zsolt B-nek, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Istinek, Zsószinak, Gévincének, Foltinak, Vitamin S-nek, Grundárnak, Dark Dawnnak, HB 2017-nek, Kat81-nek, köszönöm Dearknak, Devtornak, Vegabékának, Dominiknek, Spektrának, Geoporszívónak, Intercizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzunak, Trilobitának, Ször Lófinak, Korinak, Kolkernek, Simon G-nek, Kismarcinak, Ájrengárnak, Esztibornak, Engábornak, Babhercegnek, Haxorznak, Vordamnak, a titokzatos 46-nak, köszönöm YouTube-os támogatóinknak is, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Babhercegnek és Bucsernek. Nagyon hálás vagyok nektek, tényleg kimondhatatlanul, nagyon szépen köszönöm. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, jó pihenést kívánok, és találkozunk holnap ugyanitt. Holnap valamelyik sztori játékunkkal fogunk haladni, mivel most volt RDR 2, meg DR Billions, holnap szerintem a Final Fantasy folytatás következik, aztán majd szerintem a rákövetkezendő napon pedig a Yakuzával is tovább kellene menni. Annyira király sztori játékaink vannak, és olyan szar, hogy hetente csak egy-két epizódot tudok belőlük csinálni, mert amúgy sokkal többet igényelnének, meg érdemelnének is. Na, gyorsan nyomok egy rédet, valahová megyünk, megnézzük a Discordon az Árnyék című filmet, vigyázzatok magatokra, holnap találkozunk, ugyanígy jók legyetek, jó éjszakát is! És kösz, hogy vagytok nekem.